Sziasztok! Megint üdvözlök mindenkit a képernyők mögött, újra toljuk a SnowRunner-t, újra itt vagyunk a Dexivel. Szia Dexi! Halló, halló! Halló, halló! Na, mindjárt már be van állítva, itt vagyok a menübe egyébként, annyi, hogy indítok egy start kópot, meg tweetelek egyet, egy kettes Republic 2-re csinálok, jó? Jó, oké. Nem jön már senki. Nem majd, várunk senkit, nem. Nem is, ja, nem is szeretnék nagyon ma mással. Lehet kicsit szemét dolog. Dehogy is, nem. Dehogy a főnök, neked kell tudnod, hogy kivel szeretnél játszani. Ki a kedvenced, kivel jókofizol, kivel meg nem. Ez kivel van. Kivel zsmúzol az. Így van. Na. Úgyis mutkor is megkaptam, hogy én csak válogatom a játékosokat, ki jöhet, ki nem. Hát mondom, jó, igen. Faszom. Ja, akkor kaptam egy ilyen üzenetet. Jó van. Az igen. Nagyon jó. Ez komoly. Figyelj, megnézem most, amíg becsatlakozol, megnézem a bandit mellett, ahogy hívják ott azt a mindenképp másik kamiont, hogy mit kell vele nézzed kezdeni meg egyáltalán. Hát ugye múltkor ott fejeztük abba, hogy ó, én hát azt itt elkezdtem van. Egy De szaggat. Ideig húzni. Ugye azt el kell vinni valahova, illetve hogyha elvittem oda, most nem tudom pontosan, hogy hova, akkor meg kell, fel kell tölteni üzemanyagileg, és akkor megkapjuk az autót, vagy lehet, hogy el fog tűnni, de a sztorban meg benne lesz, benne lesz. Amúgy rohadt jól néz ki, nagyon jó kis jármű, bár szerintem a hátára sok mindent már, mint nem fér, majd szerintem, hogy a egy ilyen férőhelyes. Egy férőhelyes plató szerintem igen, egyébként az lehet csak rárakatni. Viszont rohadt jól nézhet ki, hogyha van egy egyférőhelyes pótkocsid, és akkor rá mögé köttetsz egy négyférőhelyeset, és így akár van egy ötös járműved, ami öt dolgot el tud vinni. Vagy akár egy kis tankot, nem tudom, majd meglátjuk, hogy mit lehet rárakatni. Jó van. Viszont átültél ebbe a másikba? Ez itt használható akkor. Igen, ott ugye egy olyan járművel kezdtem elhúzni, amin igazából semmilyen fejlesztés van. Az is ugye ott volt, az a Far Cry Liner. Igen, igen. Amúgy ez egész jól lehet vele menni. Amúgy így, hogy highway gumi van rajta, nincsen jó váltó, nincs erős motor, nincs, semmi nincs rajta, egy full alap a jármű. Hát nem tudom, nekem alig akart olyan, jönni. Olyan járművet húzni, aminek beindítod a motorját, és akár tolni is tud téged, így nagyon jó. Persze, hogyha mondjuk az egy roncs autó lenne, és nem lenne benne se üzemanyag, se semmi, meg a futóműve is szar lenne, akkor lehet, hogy nem tudnám elhúzni. De azt amúgy az majd beviheted a garázsba, és akkor azt megépítheted, és én szívesen használnám, mert amúgy az jó jármű, csak aha, csak nekem ugye úgy volt meg az a jármű, hogy az volt nekem az üzemanyagos, és mindig felborultam, mindig baj volt vele, és ezért nem használtam. Most már igazából így utólag rájöttem, hogy amúgy én nagyon hülye vagyok, hogy nem használtam, mert amúgy tényleg egy rohadt jó jármű, persze üzemanyagszállítása nem. Azon kivételével. Hát arra nem, arra sajnos nem. Figyelj, nem tudom, hogy foglalkozzak-e most ennek inkább gyertek ott. Gondolom a bestia írta, mi? Így. Amúgy nekem le van szedve, meg beszéltem is vele, hogy majd valamikor megyünk. Nem mindjárt megnyitom. Hétvégén tolhatjuk. Hétvégén? Nem mindjárt megnézem. Hétvégén. Na, megnéztem, hogy jó-e a hol. Állj le! Izé. Jó a hang. Ó, nem ezt. Holnap megyünk valami Land Roverrel offroadozni. Tamás barátom elkérte a munkahelyéről, elkérte egy ilyen terepje, aha, és azt fogjuk csinálni, ez nagyon komoly lesz.
holnap után. Hát valami old school, régebbi verzió, meg nem annyira hú, de nagyon komoly. Kocka? Igen, azt hiszem. De Acne Fender. Akkor, ja. Gyuri, azért nekem nem állom. Azért nem azt lesz nekem rossz. Állom. Majd mondom, azt levideózom, tudod, meg tudod, csinálok róla azért ilyen kis, kis tudod, videót. Mint tud átmenni? Mindenem. Sok mindenem minden. Van benne felező, difizár. Ugye az még, hogyha kicsi dízellel van, akkor még az is egyébként olyan szinten jól le van osztva, hogy az egy ilyen rettentően jó jármű, és megbízható, ahhoz képest, hogy angol, meg 90-es évek. De ha meg nagyon motorral van, az meg csak álom. Tehát nekem az egy... Szerintem ilyen kisebb motorral van, viszont biztos, hogy jó lesz. Az tök mindegy, hogy milyen motorral van. Figyelj, az a Defender, az majdnem olyan, mint a Suzuki-nál a Jimny, hogy sokan úgy gondolnak rá, hogy nem a legjobb, pedig sokkal jobb, mint egy Vitara. Erősebb, hát igen, az egyik egy legjobb Samurai. Ilyen kis jobb, mint egy Land Cruiser, tehát, hogy... Hát mindegy, hogy ülj bele a banditba, aztán azzal húzzad. Azt akarom mondani, hogy húzzam vissza. Ezt megcsináljam neked? Bevigyem a garázsba amúgy? Figyelj, igazából az is lehet, hogy... Izé... Kell? Akkor én addig át... Kell, tehát persze. Hát az jó. Jó jármű amúgy. Biztos tudnám használni, mire. Csak azért, mert mondom, itt hagyom üzemanyag tartálynak. Az volt a B opció. Vagy megcsinálom neked, aztán mész vele. Nem tudom, igazából mind a kettő. Jó, de ahogy látom, most már visszament a garázsba, úgyhogy. Igen. Hát a fűszer az úgyis ott van közelben. Ahol a jármű. Erre melyik feladat ez? A help the villager 3? Ha? Azt indítsam, vagy? Micsoda? Help the villager 3, az a feladat küldi. Jó. Akkor én addig a banditot oda viszem a járműhöz, ameddig megcsináld a járművet. Van benne 2100-as V6-os turbós motor. Miben változtat semmiben. Gearbox. Ródot, bele suspension. Van ilyen emelt. Van minden igazából, most nem tudom a gumi ügyileg, hogy a van DLC alapján miket lehet rárakatni. Lehet-e jobbat rárakni, mint a Toshima Offroad. Vannak azért. És ilyen van hozzá alapból. De miért? És értem. Mondjuk ez egyébként elég furcsálom, mert nem baj egyébként, csak hogy tényleg, hogy orosz járművet lehet találni ezen a térképen. Mármint melyik az orosz, melyikre gondoltál most? Hát az X, az amit kell vontatni. Az orosz? Aha, hát az Zil. Oké, van benne most már összkerék is, meg a hátuljára mit rakjak, mi kell rá? Plató? Van az is. Ja. Szerintem jár a plató. Ja, ez mi rajta? Ez van rajta. Ez mi ez a metal? Ja, ez a detektor modul. Ja. Van install. Oké, és... Az volt alapból rajta, nem? Valami. Nem ezt így eladom. Aj, megint annyi mindent lehetne eladogatni egyébként, hogy... Hát most pont ezt azon gondolkodtam, hogy még amíg
jössz, addig átmegyek a sajátomra, a Donra, aztán egy-kettő járművet, meg pótkocsit visszaviszek, mert ott is nekem a szalon szét van minden, aztán ott is van, lenne miből eladni, meg ott áthozni. Az is lassan ugye a Tatra gyárat még meg kéne építeni, aztán úgymond kész lenne az a map. Hát ja, csak az egy fél nap az a tátragyárnak a Hát gondolom a az kiépítése. konkrétan, igen, azt, na, azt azon gondolkodtam, hogy vagy Vikivel, vagy hogyha legközelebb jön a Spityu, akkor majd vele megcsinálom. Tat, ott megcsinálom. Igen, a gyors PC váltás. PC szöveg. Nem adott hozzá túl sok választási lehetőséget. Oké. New trailer discovered. Hol találtál új? Hol vagy ti? Az üzemanyagost ott a kempingnél. De az durva egyébként, mert múltkor egyébként ezt már feltérképeztem, meg vettem is ki belőle üzemanyagot a Freightlinerbe, Ugye? és most megtaláltam, és fullon volt 900 liter. Tehát van egy ajándék, kaptunk Telitank. egy ajándék teli tankost, amit igazából már egy ilyen, nem is tudom mennyit vettem ki múltkor belőle, egy 50 litert. Az igen. Nem sokat, mert nem volt túl kevés benne. De ja. Na, akkor Amúgy nem is vontatni fogsz, csak szólok. Igen, rest, vagy Nem, melyik, nem. melyiket csináljuk egyébként? Most elfelejtettem. Help the Villagers Help 3 the a villagers. második térképen. Jobb oldalt vagy bal oldalt? Hát legyen jobb oldalt. Micsoda? Nem értettem, jó. Mit? Help Micsoda? the villager. És az... Help the Villager 3. De az ezen a térképen nem is jeleníti meg, hanem a másikon. Nem, csak a másikon, csak egy második térképen, igen. Az de komoly, ezt nem is Na, erre gondoltam. most kíváncsi leszek, hogy ez most működni fog-e így, ahogy a gond kigondoltam, vagy sem. Ezt nem is tudtam, hogy a másik térképen nem jeleníti meg, de itt sincs, vagy Nem, ez mert ugye ez mellékküldetés? ennek a térképnek a mellékküldetése, igen. Ilyen, hogy mellékküldetés. The Witchers 3. Ja, és ez adja meg... megvan. És ide kell hozni, ami az ott a... Két, te ott húzod? Vagy mit csinálsz azzal? Nem mit csinál, mindent húzol? Ott, hogy nézem, minden is van. Minden is van. Hát most olyat csinálok, ami igen. Tehát ez érdekes lesz, hogy ez működni fog-e vagy sem. Micsoda, húzni az egészet? Nem, hanem úgy van, hogy van a mi ez a bandit, azon van mögé kötve egy olyan egy négyes flatbed trailer. Igen, és arra van rá kötve a... És arra lenne rákötve az üzemanyagos. De, azok? Ugye vontatni kéne a Zix-et, de nem vontatni fogom, hanem rárakom a hátára a platónak a Zix-et, és mögé lesz köttetve az üzemanyagos, így két dolgot fogsz vinni. Bárha működik. Hát, mert így... puding próbálja az evés. Mert így jelenleg jó kérdés. Na, itt akkor most az van, hogy ez meg van tankolva, az hozva van el, és akkor itt volt az, hogy
ezt visszaviszik a fás cucchoz. Merre is kell menni? Balra, majd jobbra. Azt hittem, hogy ez olyan kamion, mint az, de ez Caterpillar kamion. Az, amit meg felfedeztem, az meg egy teljesen másik. Ide... Tudod, milyen profi vagyok? Olyan profi... Ilyet még nem láttál. Ibe aszott. De miért? Mi történt? Ugye odaadom a pautot, vagy a, mi az a járművet, és akkor majd meglátod, és meglátják a nézők is a... Na. A furfangot. A furfangot és a profizmust. Ennyi. A rafinációt. Rafinált! De nem csíkos. Rafinált egy gyerek! Na, csak az kérdés, hogy ez most úgy pedig fog... De... Már nem hiszem... Hogy ezzel így fogok tudni tolatni. Oké, és ezért visszajöttünk. Oké, jó, itt ez meg is áll, mert ezt ide hoztuk ehhez. Change truck. Ez egy át, túl messze van ez a szar. Túl messze állítottam le. Baj, megoldjuk. Pedig oda elvisszük. Majd, ott az olyan cuccok vannak. Hol van itt trailer store vajon? Gondolom, második térképen? Sehol. Itt nincs, ja. Lehet amúgy szerkeszteni, vagy craftolni? Ezt nem tudom. Vissza a másik térképre a cuccost. Öcsém. Tízes lista. Na, odaadom. Csak a... Na. A izére majd figyeljél, hogyha beülsz a járműbe, hogy a mögötte lévő tartály kiskocsit azt... Vincseljem oda. Azt majd vincseljed oda, így van, így van. Én átülök a Fleet Starba. És akkor nézem, hogy mi lesz a reakció. Jaj, pillanatot vár, kérlek. Kicsit olyan érzésem van, mint hogyha ilyen lassított felvétel. Be vagyok lassulva? Nem. Lassított felvételben beszélek? Nem. Normál módban van mindenféle sebesség, meg akció, de... Ja, nem úgy, tudod, hogy saját magam. Ja, nem tudom. Nem, egyáltalán. Nem, kicsit... Én vagyok belassulva szerintem, mert fáradt vagyok, meg nem tudom, kicsit nyom a fejem is. Ja. Na jó, persze, hát ez... Péntek, hosszú mindjárt iszok, mert nem... Vagy... Igen. Mármint vizet. Fontos a izé. Hidratálás. Ja, alkohol. Hát, ki gondolt másra? Nem is ittam, mert alkohol. Nem tudom hány hónapja. Nem úgy. Egy hónapja. Már azért elég régóta. Hát igen, ilyenkor azért ugye a karácsonyi időszakban azért sokat iszik az ember, hogy elbírja viselni azt a sok embert, meg a családot. Így muszáj érthető. Na, akkor átszállok a banditba, ugye? Banditba. Na, erre kíváncsi leszek, mi a vélemény. Az igen! De ez teljesen jó. Ez teljesen jó, ezt jól megcsináltad. Ennyi. Ez szuper. Örülök.
Vagy tetszik, igaz, hogy igénybe vette egy 5 percet, de De mi sikerült. felvincselted, felhúztad, Így de van, hogy rögzít? így Ja, van. lerögzít. Ah, csak kellett szállni ahhoz, hogy lerögzít. Le lehet rögzíteni, ugye, ugyanúgy, mint hogy már pakkolod igazából, tehát. Aha. Már egy képernyő screenshotot azért csinálok. Ez egy Ez új kenébe. kezdőkép sima. Ez már kezdőképnek. Ja, a hádot levettem, aztán úgy csináltam. Kezdőset.hu. Fasza. Ez teljesen jó, viszont visszaadom az irányítást. Kell, mert akkor nem vincselem, meg nem szórakozok vele. Vagy húzzam? Ne, viheted, hát hogyha szeretnéd, akkor vigyed, csináld. Akár. Álljon, Neked csináltam viszont. igazából. Hát, Kösz. úgyis Viszont a... múltkor azt beszéltük, hogy majd te akarod csinálni, csak ugye ameddig pakoltál, addig gondoltam, hogy vagy ameddig nem léptél ki, addig elhúztam odáig, hogy annál is Aztán... legalább közelebb legyünk. Nem tudok rá vincselni, de miért nem? Ja, rá van. A ráva? Jó, mert ráva Már kellett. most lesz, Meg... most. De jó. Ah. Rá volt, megjegyezte. De durva. Na, Ja. én meg megnézem, hogy mik a fő küldikbe, amiket kell csinálni, és hogy kell-e bármihez is... Ja, most ott van a vincs. Bazd meg. Basszus, és most meg Mármint, lelőtte. hogy csudri-mudriba. Csúdri-mudri. Viszont 26 liter van benne. Ja, de abból a tudba tudok tölteni. Innen is tud még. Nem. Meg hát a tetején is van. Igen, hogy az lesz, hogy... Vagy a banditnak a tetejében, de Igen. hát most azt annyira, hát semmi külföldi töltheted igazából. Most töltöttem bele, várjunk, hol van egyébként ez a Water cucc, ahova vinni Station, de kell. az... Ezeket hogy egy zéba? Ja, hogy... Ó. Ja, hogy itt van lent az egész cucc. Jó. Ez végül is. Nem vész. Na jó van, akkor én az egyik Water Tower-t megépítem. Meg a Jó. másikat is meg kéne igazából építeni, mert a harmadik az, mint hogyha közelebb lenne. Hát mondjuk, ja, közelebb van ahhoz, amiket. Sőt, nem akarod elindítani inkább a Restoring the Water Tower 3-at, mert az közelebb van az úthoz. De És majd kell a következő feladatokhoz. az hol van? Fire Departmentben? Igen, Restoring igen, the igen. Water Tower 3. De csak neked kell most elindítani, nem? Most én attól függetlenül csinálhatom. Most Attól elindítottam. függetlenül te csináltad, persze. Jó, én visszaelindítom magamnak a Help the Ezt én. Villagers-t. Azt a Úgy, igen. 7800-at ad! Ez komoly. Ja. Na, itt sokat adnak amúgy a izék, mert hogyha most Küldik, ja, elég megnézed, jó, jókat ad. például mondjuk Nézzétek egy meg. gold rush, ami igazából csak annyi, hogy szeizmikus vibrátor modullal kell megvizitelni a first zónát, a second zónát, meg a third zónát, 12100. Csak oda mész és Komoly. vibrálsz egyet. Úgyhogy Komoly. nincs semmi a járműveden, tehát hogy ez jó pénz ez az Ontario, ez fejlődésképpen amúgy. Ez még valaki, hogyha tudod, hogyha még pár szintű, és mondjuk csak egy freestyle-ja van, vagy egy White Western sztárja, mit tudom én, alig offroados kerekekkel, még annak is tökéletes amúgy. Meg tudja csinálni, és tud fejlődni. Ez tök jó, ez így nagyon jó ez a térkép így. Nem Viszont rossz nekem amúgy. kellene egy olyan, hogy igen, ugye consumables-ből kell egy, és small pipes-ből kell három. Small Van pipes. kettő, small pipes, ja. És itt is van kettő. Na hát ezt kíváncsi Na leszek jó van. be.
Viszont most már elcsesztem itt az útvonalat. Nem. Ja nem, nem. Csak olyan... Ott balra, jobbra visszafordító, balra visszafordító, de bejössz ott, odáig, itt kijelöltem végig. Nem is értem, hogy... És ott jobb, ja, jobb, csak szinte csak végig. Csak nem tudom, az első kijelölés 500 méterre van. Miért? Meg hogy ezt a üzemanyagos cuccot, ezt meddig húzzam? Hol helyezzem el inkább? Hát szerintem nagyjából, ahol a Flitstar van, szerintem oda, vagy igazából szerintem a farm is jó lenne. Nem ahol, lenne ahol rossz, a... ott lenne egy üzemanyagos a farmon. Mert a farm az konkrétan a map közepe, tehát hogy bárhol vagy a mapon, ha közelbe kéne üzemanyagos, akkor a farm az tök jó. Mert ugye az úton van egy, középen nagyjából, a bal oldalon ugye ahol van a mi ez az a bánya, ott is van egy, és akkor tök jó, hogyha lenne a középen is. Jó, tehát akkor ahova elhúzom most, na jó, itt mennek ilyen csövek. Nagyjából ott, igen. Ahova elviszem most az autót, ott le is rakhatom egyúttal azt is. Így van. Jó. Akkor ki is adtad a Freightliner-t, úgyhogy a hátulján van plató, akkor azzal meg is tudom csinálni ezt a feladatot. Legalábbis elkezdeni. És jó felé, te egy freestyle. Azon a freestyle-on van fa. Azon van a kis fa, igen. És ahhoz majd kéne majd nézni, hogy van-e feladat. Na, viszont az első téma, ha már így el vagyunk. Na igen. Szállítasz, én meg csinálom az izéket, egy nagyon érdekes témakör. Az új Mad Runner játék. Ma jött ki a hard verzió belőle. Vagy a... itt is egy utánfutó. Az Exploration. Igen. Ami egy külön játék. Ugye maga a helyzetek benne... Nagyjából nem néztem úgy pontosan utána, csak ilyen... Hát belefutottam egy-két olyan videóba meg képbe, amit nem szerettem volna látni, mert ugye nem szeretek így le... Hát jobb, hogyha majd oda jutunk, és akkor... a saját szemünkkel megnézni a dolgokat. Igazából... Amit lényegesnek találom, picit drága amúgy így kezdetiben. Ahhoz képest, hogy ez a SnowRunner talán 12 ezer forint volt. Igen, az meg 17 az arab, vagy mennyi. A alapjátékért 17 ezeret kiadni. Sok, a másik meg olyan 27, vagy mennyi, tehát... Nem megírő, és abszolút. És még kérdéses, hogy be fog-e kerülni Game Pass-ba, szóval a Microsoft fel fog-e figyelni rá, vagy sem. Ez viszont egy... lényeges dolog. Igazából csak az annyi a kérdés, hogy te utána néztél-e? Vagy láttál-e mármint, belőle bármit is? Mármint minek? Hát bocsánat. A játék. Az ma láttam, csoportban láttam csak egyébként. Csoportban láttam ezt a gémet. És... hát... tetszett is, meg nem is. Gondoltam, mondom, hogyha benne lesz a Game Pass-ba, akkor játszok vele, megnézem, de most így külön megvenni annyit szerintem nem ér. Meg, mert szerintem nem annyira jó, mint a SnowRunner, és valószínűleg biztos, hogy csalódottság érne, mert jobbra számítaná, mint a SnowRunner, viszont szerintem nem jobb. Sem grafikailag, sem így... hogy mondjam, élmény ügyileg, hát szerintem... Hát igen, tehát igazából majdnem mondhatni, hogy olyan, mint hogyha egy SnowRunnernek egy expansion pack-je lenne az a játék. Mint amikor elmész, felfedezed a térképet, körülbelül úgy tudom elképzelni az, hogy csak az van szinte, az, ami nem rossz, csak... Persze. Meg én annyit láttam, hogy
igazából részletesebb, tehát hogyha ki akarod kötözni magad valahova, vagy mit tudom én, oké, hogy van olyan lehetőség, hogy nem kötelező fákhoz kikötni magad, hanem vannak olyan, hogy kihúzod a kötelet, és lerakod az aszfaltra, vagy a földre valahova, egy ilyen fix pontra, uh-huh. És akkor odahúzza magát a jármű, tehát láttam ilyen képet róla, persze az már ugye nagyon felfejlődött meg, már szerintem ki van maxolva a játék, és akkor tudod ezeket megszerezni, vagy ki tudja. Uh-huh. De hogy szerintem még ennél is időigényesebb játék, pont az miatt, hogy tábort kell csinálnod, ahol tudsz aludni, meg... Igen, meg, igen, hogy tudom, ilyen különböző dolgot is kell, az meg úgy nekem annyira nem, hogy az emberrel is külön foglalkozni kell, olyan, mint a favágós játék. Ma néztem pont így, volt ez a Lumberjack, vagy melyik. Ez ja, fura. Fura egy kicsit nekem. Nem néztem meg annyira részletesen, csak úgy belenéztem, hogy mondom, ott még azt aratni a felból. Hogy felborult. Aztán... Nehogy. Külön. Gondolom, ja, igen, az úgy nem annyira jön át, hogy külön foglalkozni kell tényleg az, hogy a csávónak tábor legyen, meg a nem tudom mivel kell, még a videóba láttam csak. És szinte ugyanezek a gépek vannak. Hát igen, igen, egy-két újdonság, meg igazából ilyen kisebb scoutokból láttam újdonságokat. Igen, de amúgy nagy vonalakban meg ugyanaz, mint ezek a járművek, tehát... Igen, igen. Én inkább, én azon gondolkodtam így, hogy főleg megláttam a zárát, hogy mennyi a játéknak. Én azt mondom, hogy én inkább akkor gondolkodnék abban a játékban, mikor már úgy... Én tudom, ugye mondtad, hogy ugye megvetted a viharos térképet, hogy amikor úgy már úgy, mondtam, kicsit úgy sok mindent megcsináltunk ebbe a játékba, és akkor igen, kell egy következő szintlépés. Igen, igen. Hát én egyébként még van egy-kettő DLC, amivel szemezgetek ebben a SnowRunnerben, és azok azért időigényesek, érte? Tehát, ja. Persze, hogy ne. Igen, igen. Tehát, hogy, és lehet, hogy tudod, hogyha bekerülne ingyenesen a... Nem ingyen, mert fizetsz a Game Pass-ért, de hogy fizetünk. De hogy... Úgy lehet kipróbálnám, vagy játszanék vele felváltva. Úgy igen. Úgy lehet, hogy jó, egy kicsit úgy beleizlelni, hogy jó, kicsit SnowRunnerztünk, oké, de akkor live-ként nyomatunk egy olyan tesztet. Azt mondom, igen. Hogy akkor úgy oké, de... Vagy ha olcsóbb lenne a játék, de igen. Így... Hát így necces. Vagy lenne egy 60-70%-os leárazás, akkor azt mondom, hogy lehet, hogy leárazást amúgy megvárhatnánk. Igen. Igen, pont ezt. Most is volt erről akartam beszélni igazából. Igen, most is volt a store-ba amúgy játékok, így megnézegettem, amik így esélyesek lettek volna, hát... Nem voltak jó játékok egyszerűen, nincs most jó játék leárazva, pedig gondoltam, hogy kifogok egyet-kettőt így a streameléshez, hát meg úgy magamnak, de egyszerűen nem találtam. Hát most úgy játékügyileg is igazából úgy van, hogy nem igazán vannak olyan játékok, amik olyan új játékok, hogy ilyen hú, de durván nagyon jól megéri, tehát hogy így... Igen, igen, meg már kijátszottam. Én legalábbis kijátszottam az összes jó játékot szinte, amilyen Dead Space-től kezdve, ugye már én nagyon szeretem az ilyeneket is, ilyen horror, lövöldöző, stb. És nincs már új játék, amire azt mondom, hogy úgy játszani. Talán a Chernobylite, vagy ilyen Chernobylite, vagy Chernobylite. Az, de az sem mai játék, az is valami 20-as, 21-es játék. Tehát így új játékból nagyon nincs is, ami így, amire azt mondanám. Viszont lesz majd, jön ki az Outlast. És azt meg fogom venni, és azt tudjuk majd kooperatív módban is játszani, képzeld el. Uh-huh. Na, zsír, ennek ez az örülök. Nem tudom, hogy te ilyenre bevő vagy-e, akkor te is leszeded aztán. Simán, mehet. Mehet. Na. Működik és megy, akkor simán. Hűha. Azt viszont nem tudom. Mit? Hát, hogy működik-e? Hol kell? Ja, hát majd meglátjuk. Letöltjük meg, mit tudom én.
Megnézzük, megnézzük. Én azt mindenképp szeretném egyébként valami jövét kedden, hogyha 5-én reggel 6-kor jelenik meg, azt úgy szeretném az elejétől már streambe, utána felrakni ugyebár végigjátszásként a csatornára. Jó, jó, jó. De kíváncsi vagyok, egy-két jó kép van róla, videót nem tudom, hogy láttam-e, de az olyan, játék, ami így jó lehet, meg nem drága. 14. Mi? Hát nem olcsó, de... És neked mi a véleményed erről az új Spin Tire-ről? Hát biztos, hogy több idő, mint ez a SnowRunner. Tehát az hát ugyanez, hogy ez a mindennel is kell foglalkozni, ez kicsit ilyen... durva. Durvának tűnik. Meg igazából, mivel hogy nem néztem utána, bár így egyébként így SnowRunner-es, mivel a készítők egyébként ugyanaz ez a csapat, valószínűsítem, hogy van hozzá kóp, vagy ilyen multiplayer része, hogy tudunk együtt nyomni, meg ilyesmi. Csak eddig nem láttam se képet, se olyan videórészletet se. Tehát, hogy láttam videórészletet a játékból, hogy nyomták. Most van egy nagy videós, akitől így lehet, hogy belenézek, mert ő live-ban lenyomta, meg tudom, hogy ő leginkább erre szokott ráállni, hogy valakivel tolja, tehát nem full egyedül. Bár hogyha nincs senki, akkor nyomja, mert ő volt, hogy SnowRunner-t is teljesen a karriert újra nyomta, full egyedül, megcsinálgatta, meg ilyesmi, csak mikor már sok lett, meg kicsit ilyen, úgymond ő úgy érezte, hogy elkezdett unalmas lenni, hogy full egyedül nyomja, akkor nyomatott maga köré egy csapatot, és akkor négyen-négy nyomatták, meg mai napig nyomatják, legújabb mindent is, összes melékülit megcsinálja, meg ilyesmi. Tőlem kíváncsi vagyok, hogy működik, meg mind megy. Meg ugye most a Tibi az mi megkérdezte, hogy fog-e pörögni, vagy ilyesmi. Nem válaszoltam rá neki, mert... Egyrészt veled akartam beszélni, így az egészet még kibeszélni elsődlegesen. Másrészt meg szerintem azért... Így, hogy nem tudom hány térkép, meg hogy mi van benne, meg ilyesmi, így azért a 17 ezer az egy kicsit így húzós. Hát, ja. Vagy megvegyük felesbe? Hát minden, tehát ha mit tudom én, le lesz árazva, vagy ilyesmi, akkor mindenképp felesbe. Mondjuk az lenne a legjobb tényleg, hogyha levon árazva, és úgy felesbe. Úgy felesbe, mert még ha most is így gondolkodnék, hogy mit tudom én felesbe, még akkor hát az nem. Most jelenleg nem. Uh-huh. Nem úgy adja ki a keret. Persze, én sem szívesen. Vagy annyira nem tetszik, hogy annyit áldozzak rá, inkább úgy mondom. Melyiket tegyem rá? Nézed a live-ot? Nézd bele egy picit. Nézem. Van ez. Hú, ez jó nagy. Ja. Meg vannak ezek igen, is elég... Igen, és melyik van meg? Mindegyik. Aha. Még ezek így illenek amúgy rá, tehát ez a keskeny az, ami így illik. Az utolsó például. Ez inkább nem. Csak ez. Hát ez a gumi, ez a tipik mindenhol el, mert csak jó kérdés, ja. Hogy mondjuk egy aszfalton hogy fog... Megnézzük. ...viselkedni. Ja. Meg igazából figyelj, én a vékonyt is amúgy is szívesen így kipróbálnám rajta. Vagy ha gondolod, akkor te rakod fel ezt a széleset, és hogyha nem túl drága a jármű, akkor vehetnél még egyet, és akkor azzal meg az utolsó gumit, és akkor azt használnám én. Jó van. Nem hiszem, hogy olyan drága lett. Nézd, mi van rajta, mi van hozzá. Ilyen frame add-on. Nézd majd. És ez mit? Ja, a repair partot, meg kettő, hogy hívják, hogy szállít. Igen. Mi ez? Szerelő. Az szerelő, igen, ilyen kémény. Ja.
Nézd, Az ilyen, aztán ilyen az illik kis... is hozzá az a kémény amúgy. Ja, nézd, ilyen kis... Ah, ilyen Kis szuka. plató. Ah. Kis semmi. Kis krán. Ez Shadow Low. ilyen... Az Fuel tök tank. jó, ilyen tipik. 900 literes. Kis kraz. Ja, nézd, még üzemanyag. Meg fire tank, vagy ez mi? Ez tűz, vagy vízó. Hallod, 1800 liter fér bele. Az Az igen. komoly. Tehát nem hiszem, hogy olyan lehet vele. Figyelj, rakok rá üzemanyagot. 900 litert lehet vele vinni. Vagy nem tudom, mit rakjunk rá. Shadow Low. Tehát azon meg mit viszünk. Hát én biztos, hogy azt az egy flatbedet, hogy egy darab izét valamit a hátuljára. Ezt a kurva, elég durva. Meg durván néz ki amúgy. Ja, nem rossz amúgy, mi? Rakok rá egy ilyet, A cső. kozomébőz. Aha. Azt a, még plusz 120 liter tud a Kell egy tetején lenni. metáról. Az igen, nem rossz amúgy, eléggé jó adatokkal bír ez a kis fozs. Jó, az jó az. Én azért is a például nagyon szerettem, a Donon nagyon sokat használtam. Van még ez ilyenből, ilyen kicsi orosz járműből a... Fú, most azért nem fog eszembe jutni a Stormrunner-es neve. De amúgy azt hiszem, az egy kis maz talán, vagy... Nem az, a GAZ 66, az a picuri. Arra is ugye egy férő helyes ilyen kis vagy dobozka, vagy hátul, vagy egy kis flatbed fér rá. Figyelj, azt is nagyon sokszor használtam, mert volt, hogy tudod, hogy nagy terepen csak egy valamit kellett elvinni. Mit tudom én, egy darab fuelt, egy darab konzomébőszt, és így rettentően jó. De amikor meg valami nagyon több kellett rá, meg ilyesmi, akkor ráakasztottam egy zújtánfutót, és nagyon jó volt. Csak magába úgy aszfalton a nagy széles balonos kerékkel, egy nagyon imbolygott, meg csúszott, meg nem is tudom, tehát így az így annyira nem nekem, de hát most igazából arra is, hogyha fölraksz egy, mit tudom, egy sima offroad, vagy egy keskeny, vagy egy valami olyan alterrány gumit, ami jó aszfaltra is, akkor egyébként ez is tud stabil lenni. Persze. Mármint, hogy ugyanolyan, mint hogyha egy ilyen izé. Na. Hát így néz ki. Hogyha gondolod, használhatod. Vagy vegyek még egyet ebből? Ugye, most igazából attól függ, hogy te mennyire szeretnéd használni. Annyira nem most. Nem nyugodtan használhatod. Akkor használom én. Átülök egy másikba. Melyiket indítsam el? A Water Tower 3. Jó. Ha kell a konzomébőzhöz, azt kraftolni kell, ahhoz kell egy metáról odahol kraftolni kell. De tehát... azt a másik mapról tudom elindítani, ugye? Nem, az főküldi. Igen? Az főküldi, így van. Na várjál, fejörd a fel. A balra, jobbra, aztán oda be balra. Jó, oké. Restoring Water Tower? Azaz. Jó. És kell egy darab metáról a craftinghoz. Illetve az első mapról még tudsz hozni, azt hiszem egy darab small pips van még ott a garázshoz közel. Ez két férő helyet foglal. Na. Jó helyen jöttem én be. Ja, még igen, egyszer, konzumébe, és akkor most melyiket csináljam? A
consumables és egy darab small pips tudsz még hozni onnan az első mapról. Consumables-t azt craftolni kell, tehát egy metárolt kell vinned a craftinghoz. És a többi cucc az már megvan hozzá. Még tudnám, hogy miért kell egy darab consumables ládához. Metárolt még azt mondom, hogy találnak is, de egy darab kétférőhelyes vascsöveket miért kell vinni hozzá, azt mondjuk. De az már ott van. Rejtély. Azt nem. Rejtély, igen. Hagyjad meg, és ez nincs is plató, az el nem kell hoz. Nem van amelyikhez nincs. Ne basszál föl. Felborult te? Hát úgy... Már ez, Úgy nem igazán, csak hogy az a baj, nem tudom semmihez kötetni magamat. Hál' Istennek vannak közelben jármű. Igen, ezt. Ne, hogy amit ráraksz, az van. Oké. Vagy ez, vagy az. Ez egyik oldalon tudom. Jó. Ja, de ebből ki fog folytni a cucc. Lehet, hogy ez nem lesz jó választás. Na mindegy. Most már mindenhol azért van a térképen. Igen. Igen, igazából, főleg itt a másodikon, most már ugye középen is, lehet igazából így. Igen. Így vannak, meg járművek is vannak, tehát igazából a nagy segítségkel akkor van azért közelben. Most is a White Western Start, azt így megyek, aztán visszadöntöm azt a járművet. El is hogy nem borult annyira föl, csak az nem tudom kikötni magam semmi, ez most semmi nincsen. Milyen véletlenszerű, nem? Tehát, hogy pont ahol fel tudsz borulni, nincs kikötőzős hely. Igen. De fura. Csak a szokásos. Na, tehát Igen. akkor ennél a warehouse-nál nézzük, ott van, hogy... ott van, vagy... Metal Rose, Small Pipes, de az nincs is. Ezt mindet És a craftoltam. másiknál? Itt nem jelzi egyiknél sem, hogy van, mert medium... Nem, Akkor brick csak van, itt van. bucket sand, az mi az? Bucket sand, metal beams, medium planks. A consumables-nek a... Vagy mit kell ő craftolni egyébként? Consumables kell craftolni, de van minden hozzá, csak egy darab metáról hiányzik. Metalról kell. Az kell csak vinni. Metalról az van itt? Nincs. De. Azt vigyek oda? Mert út közben Aha. esik. Jó. Hát ahol craftolni kell Igen. konzoméből, ezt az első térképet oda kell vinni. Oda viszek egy metal rost.
Meg vagyok sír. Megyek tovább. Drift erzsé van. Várj, lehet túl is jöttem. Túl hát. Hú, de rég tolattam már futóval. Amúgy ahhoz képest, hogy Highway vagy All-Terrain gumik vannak ezen a Freightlineren, egész jól megy. Igen? Ja. Én mondom, hogy igazából nehéznek nehéz, de akár még, hogy valaki... Nehéznek nehéz döntés. De aki, mit tudom én, nem túl nagy szintű, az is simán egyébként bele tud kezdeni egy ilyen térképbe. Igen, nem kell hozzá, meg kapsz egy-két jó cuccot hozzá, de az eleje azért nehéz volt, tehát gondold el azért mennyit játszottunk, ez már kb. A 13. rész, úgyhogy legalább ilyen 1-2-3 órákat voltunk. Igen. 14. Na. Ja. Tehát azért ja, az persze, elején kellett beleidő, és volt, igen. Amikor többen voltunk, emlékszel, a Kálum is volt, amikor csomó mindent megcsinált, csak úgy magától, önszorgalomból. Tehát... Ja. Hallod, Metal Beams is van itt, vigyek? Kettő darab van. Öt férőhelyes a... Nem, mert az kell craftinghoz. Jó. Vagy hát mármint, hogy ahogy a craftinghoz vinni. Mert, aha, ja. Na, vihetsz, vihetsz, meg ez akkor metal rolls kell, ugye? Egy darab metal rolls, egy metal beams és egy long wooden planks. Igazából, most lehet megnézem, mert pont van arra időm, hogy kell-e majd a későbbiekben még consumables. Hát még van egy kettő férőhelyes tudszom. Ja, hogy kell-e oda, van még egy metal beams ott. Tehát hogyha úgy van, akkor még tudok vinni még egyet, meg egy... Hát ja, még egy, mi az, metal rolls van még, ugyebár. Meg egy metal beams, mind a kettőből egy-egy darab, viszont egyet tudok csak föltenni. Vagy ezt, vagy az. Egy pillanat. Semmit csinál sem. All beams. Meggondolom itt is. Jó, figyelj, el metal beams akkor vihetsz oda, mert egy küldihez kell majd kettő darab medium pips, amihez gondolom kell metal beams. Micsoda, még egyszer, léci. Egy metal beams-et vihetsz igazából oda. Még pluszba. Aha. Jó. Mert kell majd, ugye megnézem, a medium pips-hez mi kell. És ennyi, nincs is több metal beams itt. Talán. Ja. Jó, akkor két metal beams, meg egy metal rolls elviszek a crafting helyre. De miért nem írod a... Egyébként, meg visszatérve így a sztorizásra a játékokról, nézegettem, hogy milyen új játékok lesznek, és hallod, de nem volt semmi, ez a Explorer volt, ami úgy nagyjából tetszett, meg az Outlast, és így több játékot nem is láttam, amire így azt mondtam volna, hogy ez úgy szeretném. Mm-hmm.
Hát... Ja, igazából nekem is ez a véleményem. Nem volt új játék, mert ugye bár én szoktam az, az új játékokról, hogy így nem... Nem tudom, tehát hogy kicsit úgy... Szoktam nem nézni tudom, folyamatosan fejlesztőket, hogy mik jönnek majd, mik vannak leértékelve, meg ilyenek. Úgy nyomon szoktam azért követni a kis szabadidőmben, amikor úgy van kávé mellett, amíg kávézok, addig úgy körben nyomom. Viszont nem láttam olyan játékot, ami így most majd kijön, így jó lenne, se leértéke. Úgyhogy ja, most így nem igazán. Igen. A számokat ilyen. Vagy nem tudom. Hát én is, úgyhogy megnézem, hogy izé, hogy milyen évjáratú játékokkal játszok mostanában. Azért... Hát lehetséges, hogy amúgy a Farming Simulator a legújabb. 22-ben. Nem, a motos, a Forza Motorsport, az tavaly, de azon kívül, hát meg a Palworld igazából, de hát most az... Hát az ilyen, nem tudom, az ilyen szarjáték, vagy nem tudom, nekem nem jött el. De ahogy is, az nagyon jó, nagyon el lehet vele lenni, csak nagyon szeretni kell ezt a Survivor craftingolós... Meg hát a cukiságot igazából, ezt el kell ott elég durván fogadni. Főleg amilyen újítások fognak hozzájönni, tehát hogy sírsz. Olyan automata rendszereket lehet majd csinálni, akár házépítés, vagy bármi van, hogy nagyon durva amúgy. Érdekes. Meg nagyon sok lehetőség nyílnak ki a játék felé. Egyetlen nagy probléma van. Kettő igazából, hogy simán Xboxon, hogyha nincsen következő generációd, akkor nem tudsz multiplayer csinálni. Ez az egyik nagy hiba. Várj, hogy van még, most még itt? Még mindig nem vásárolnék új. Hát ott rányomsz ott az én ágaj craftingolásnál. Eltébe. Ja, ott átkapcsolsz a craftinghoz, lecraftolod, és utána pedig outra rápattintod. Csak nehogy az unloadra rakta. Ez storehouse-ban. Mi van? Nyomsz egy X-et. Open storehouse. Be lepakolsz. De a Metarossz ezt miért nem akarja lepakolni? Vagy itt most csak azt mutatja, hogy az van benne. Ja, hogy így. Így. Oké. És akkor craftolsz konzoméből, ja, azt pedig rárakod magadra. Ja. És ez mi ez? És akkor azt hozod át. Ja, hogy ez megvan itt. Long. Igen, az hogy igazából azt leraktuk oda. De hogyha véletlen kellene, akkor magadra tudod rakatni, és akkor vinni tovább. Ja, és ez akkor consumables. Így. És akkor így tudok ezt kérni, ugyebár? Ugye? Ja. Metal beams, vagy... Merre? Hova lett a wooden cucc? D-pad jobbrával, balrával nem tudod izé ki... Vagy megkeresni? Itt volt az előbb. És helyette... Metal beams lett. Erre... Pedig itt... Sincs. Hát az a crafting. Mert annyi metalról van már bent, hogy azt tudnád craftolni a metal beams-t. De Metal Beams nem craftolsz, szerintem. Nem. Viszont egy consumables-t kell elvinnem innen. Így van. És más nem is kell felvenni a másik mapon? Hát most megyek még egy Small Pips-ért. Hát eljöhetsz igazából a harmadik Small Pip-ért.
Az mennyi helyet foglal? Csak azért, mert lehet, akkor eljövök azzal a kis Kettő. új platóssal. Kettő helyet foglal. Várj, az, Figyelj, és azon hogyha... mennyi van? Azon egy férőhely van azon a Az kicsin, egy ugye? férőhelyes, jaj, azt egyedül a konzoméből ezt el tudod hozni vele igazából, csak... Ja. Akkor nekem kétszer kell menni konzoméből, vagy a Small Pipsért. És nekem meg pont útbe esik? Nem, kicsit tovább kell jönni. Nem, mindjárt megnézem, hogy hol van. Hát vagy elmész a... Vagy hogyha átjössz a mapon, akkor itt ahol le kell pakolni, aztán tovább mész a bal oldalra, a másik átutazóhoz, mert ott van egy warehouse, vagy tovább jössz az aszfaltos úton, és akkor lesz balra bent egy warehouse. Ja. Viszont ott nincs olyan jármű, amin van. Flatpad? Hát... Olyan jármű nincsen, csak pótkocsi, de az jó bent van. A fönt a Van itt, hegyen. van itt a másik térképen egy pótkocsi. Várj, áthozom De az... gyorsan. Nagyon... De az... Egy négy férőhelyes. Itt van az LMK-val. Majd mindjárt megmutatom. Lehet visszamegyek azért kipróbálás szempontjával, vagy addig is legalább Ja, akkor streamer is közben lehessen látni. tényleg. Mindjárt Tényleg. visszahozom ide a térképre, mert átvittem, mondom, hogy eladjuk, de akkor még egyelőre maradjon ott. De várjál, de a banditnál is van négy férőhelyes, sőt a banditnak a hátára is lehet rakni, akkor neked nem is kellett volna ezzel jönnöm. És hát te, mert hoztam mondjuk egy small pipes-ot. Akkor várjál már, akkor én átülök a... Akkor most nem kell semmiféle más jármű, nem? Nem. Akkor jövök azzal a másikkal, a Jó, másik jó, mapról. jó. Jó. Oké, és akkor én meg a banditba átülök. Jövök ezzel az ikkel, és elhozom a konszoméből azt. Kb. Mire odaérek, Oké. szerintem te a többit el is hozod. Nagyjából, jaj. Viszont elmegyek, iszok egyet, mert lehet attól fáj kicsit a fejem. Mindjárt jövök egy pillanat. Igye! Csak az a kérdés, hogy... Én ebből nem tudok tankolni. Mert bugos ez a szar. Hát ez így gondos. Hát mindegy. Baszki, olyan szinten izomlázom van. Na! Hát mennyi thai masszázs? Kérjél meg egy thai lányt. Ja. Thai girl. Thai girls. Na, csapatás. Nem rossz ez a kis gép amúgy. Jön, megy, teszi a dolgát. Ilyen tipik orosz igazából. Kis kroz. Hoppá. Nem tudom, az igazából, hogy amúgy feeling. Menni vele, jönni, menni. Tenni a dolgát. Ja. Hát főleg ilyen orosz térképen, aztán meg pláne jó, de...
De én a gaszt például használtam Yukonba is, tehát hogy volt, hogy egy darabot el kellett volna gyorsan vinni. Beraktam a izét, a high range váltót bele, aztán végre alisztam a pályát. És mindjárt pont. És elvittem egy vagy egy dolgot, és akkor azzal lett kész a feladat. Tehát ez így tökéletes. És akkor visszarecovereltem magamat, és akkor kész volt. Az jó, teljesen jó. Ha jó, nem az, hogy arra rajta van még egy pótkul, és akkor visszavinni, meg igen. Én. Ez kiégető kicsit. Ja, ráadásul tényleg... Hogyha sok dolgot kell vinni, akkor oké, akkor jó, hogyha van jó sok helyed, de... Ja. Hát amúgy tényleg elég, hogyha plató van. Egyébként azt akartam mondani, hogy a Tajmirhoz még hozzá se nyúltunk, és ugyebár azt is beszéltük, hogy azt is akarjuk csinálni, mert oda meg jó aha. Orosz gépeket ja. Lehet vinni, és az biztos, hogy jó feeling. Ja, nyomhatjuk majd azt is, ja. Nem, meg igazából itt is azért elférhet egy-kettő... szerintem egy-két orosz jármű, mert főleg mondjuk egy mondjuk ott a Tatra is például, hogy jó, mondjuk az nem orosz, hanem se szlovák, de hogy teljesen illik meg jó ide, de ugyanígy egyébként egy kamaz egyébként teljesen jó jönne. Ja, szerintem is teljesen. Fixen megy és lassan. Lassan, de biztosan. Igen. Hát vagy így próbálgatni, mert én régebben csak azokkal játszottam egyébként, amiket megtaláltam. Tehát én nem is vásároltam, nem eladtam, átcseréltem, stb. Hanem amiket megtaláltam azokkal. Aztán utána kezdtem el úgymond egy kicsikét úgy vásárolgatni ezt-azt. De most úgy, ja, most így újra van kezdve, így teljesen máshogy csinálnám így, meg csinálom így az egészet. Sokkal jobban tudom, hogy kell fejlődni benne, meg jó gépeket őre, hát jó gépekre szert tenni. Hát én is mikor így igazából az elején voltam ugye a játéknak, a karriermódnak, tehát igazából azt használtam, ami volt. Ja. Az, amit kaptam, meg amit felfedeztél, igen, és akkor összeviszed, meg az agy, hogy fú, ez tetszik, akkor inkább ezzel megyek, meg mit tudom én, és akkor igazából így konkrétan így toltam, hogy nem azzal toltam, hogy mi volt az, ami hú, de brutálisan jó, mert mit tudom én, de emlékszem, mert rengetegszer volt olyan, hogy jöttek be ilyen turisták, meg ilyen okoskodó emberkék, akik ez a mivel mész Freightlinerre, az egy szar. Miért? A kolob jobb. Hát, ja, de a kolob nem, de van a kolob az nem fér el itt. Az mindenhol elfér. Hát mondom, jó, akkor gyerek, kiadtam neki egy kolobot. Nem fért el. Beakadt. Akkor azért hülye fák, beállapodok. Nem? Széles a járművel. És akkor utána meg elmentem ott a Freightlinerrel, vagy a tökényi mivel. Majd át tudsz jönni a... Vagy mikor fogsz átjönni a másik mapra? Most. Egyébként én sem mindig azon, hogy kolob, meg ez az amaz, hanem tényleg én is, tudom én, van egy néha, mint most ez, hogy új jármű, kipróbálom, megyek vele, próbálok vinni valamit vele, aztán utána meg átszárok egy másikba, amikor úgy megunom. Ja. Szeretem tesztelgetni őket. Majd utána próbáld ki, te is üljed bele. Ja, mindenképp. Na, és akkor ezt itt. Oda kell rakni a Watchtower. Ja, csak először be a Banditba és tankolt fő. Ja. Jó. De nekem nem működik a tankolás. Nem megy. Nem engedi a. Na megint kezdődik. No.
Parancsolj. Köszöntöm. CV. Jó. Én például mondjuk a krazzal, amit tudom, hogy mindenhol elmegy meg ilyesmi, mindig csak akkor használtam, mikor már nagyon kellett, tudom, még 5-6 jármű már ki volt rakva elakadva. Én már nem tudtam megcsinálni, és akkor jó, krazz, oda mentem, az egyiken volt daru, átpakoltam a dolgokat, azt megcsináltam. Elakadás nélkül. Vagy ugyanígy a kamazzal például, hogy jó, lassan mentem végig a térképen, mondjuk a Timeiron. 2-3 napon át kellett menni, átvinni a dolgokat, de legalább fixen átment meg ilyesmi, és akkor... De jó, de lassú volt, tehát ez volt egy óra, amire átjutottam, tehát így... Yeah. De legalább élveztem, tehát nincs az, hogy jó, belevisz a kolobba, amivel nem tudsz megfordulni sehol, elakad mindenbe, mert széles, tehát szűk helyre nem tud bemenni, és akkor csak azt a hülye nagy orbitális pótkocsit lehet rárakni, vagy rárakod ezt, amit magam után húzok. Csak hát ezzel már megint nem lehet ulatni, mert forgózsámos, vagy hát lehet, csak nehezen. Nehéz. Ez így, nem. Azt, hogy itt egy, inkább egy White Western Star. Ja, az a... Azért nem magam. Small pip. Pipes. Igen. Kikapcsoltam a HUD-ot. De úgy tök jó, hogy nincs ott semmiféle írás. Ja, elég jól néha, megy néha, amúgy néha jó. Terepen ez a gép. Szerintem amúgy simán utánfutót is tudna húzni, csak szerintem ennek is kicsi az üzemanyag kapacitása, ugyebár 150 liter. Viszont de van a tetején üzemanyag, nem? Tényleg. A mostnak az ugyanaz, mint a Bandit, hogy oké, hogy 150 literes, de igazából saját magát meg tudja tankolni fúra. Ja, hát 120 liter, majdnem igen, fúra. Igen. Hol kell? Itt kell lemenni? Vagy már túljöttem? Hát úgy meg a Tatra is ugyanilyen, hogy oké, hogy sokat fogyaszt meg, de mondjuk annak legalább nagy a, mert 240 literes, hogy mennyi a tartálya, plusz konkrétan a tetejére fúra tele tud pakolni üzemanyagossal, tehát meg szerelőkvel, meg mit tudom én. Jó, az lassú, meg... Ez annyira, képes, ez nem, annyira nem egyébként, meg úgy jó terepen, ahogy nézem, olyan jó eloszlása van. Igen. Nagyon akar megakadni. Olyan, mint a gaz, tehát a gaz az ugyanez. De teljes mértékben, vagy meg van az a még a másik, ami az is ilyen csőrös. Elrohangálsz vele, tehát... Igen, meg... igen. Már ott kell, mondok, jó. De akár még mentőautónak is teljesen jó, tehát hogyha mint olyan mondjuk a hátára fölrasz egy ilyen szervizes izét, vagy azt az üzemanyagosat, ha nem túl nehéz, még elmegy mindenhol, és oda is tudsz rohanni a másikhoz, és akkor tölteni meg ilyesmi. Nem, és nincs az, hogy tudod, mint az ANK-ban, hogy nehéz, burulékony, mert nagy a tartálykocsi rajta, mert oké, persze rengeteg üzemanyag van akkor benne, de mégis azért ott az a veszély, hogy azért óvatosan kell vele menni. Boom. Bármikor felborulsz, akkor hozom felborulhatsz. Kettő. Hozom kettőt, így van. A következő egyébként lehet az a vibrációs, ami under, és tudom milyen feladat az. Az még nincsen acceptelve. Ja. Azt megcsinálhatjuk.
Jó, egy pillanat, mindjárt jövök. És? Na, mibe akadtál el? De rosszabb a baj, az automata, te jó ég. Négyesbe visszaváltja egybe. Na. Na. Na, halló. Halló. Figyelj, megtankolom a cuccot. Így mi? Most már van benne üzemanyag, azzal nem is kell foglalkoznom. Ezek hogy állnak? Hogy állnak? Ezek itt, ezek a gépek. A HX-el addig visszavontatom. Azt, igen, a faszállítós járműveket egyébként vissza lehet szerintem adni, mert hát nem hiszem, hogy mostanában fogunk fát szállítani. Meg, hát ja, meg ahhoz most itt egyelőre. Hogy van 129? Egyelőre szerintem azt inkább még anyagoljuk, de egyébként a HX-re rámegy a vibrációs modul, úgyhogy ha visszaérsz vele, akkor azt szerintem simán felrakhatható rá. Igen? Miért az kell majd? Így van, a következő feladathoz majd az kell. Jó, akkor ezt visszamegyek körülbelül teljesen. Hol van? Garázsnál van? Trailer Store? Ott, csak ott van. Csak ott. Nagyszerű. Ja, na ja, ez mondjuk ez pont egy kicsit ilyen, hát... Hátrány. Hátulütője, ja. Na, kivettem a hadot. Hátulütője, ja. Erre el tudok menni egyből. Balra ki, aztán jobbra, jó. Majd lesz valami. Ugye? Igen. Hú, majdnem neki mentem. A izének egyébként nagyon rossz az automatája, amúgy a banditnak, én megyek az aszfalton, se emelkedő, se lejtő, se semmi nincsen az aszfalton, megyek négyesbe, és egyszer csak így lelassult, így megállt a jármű, meg visszaváltott egybe. És most konkrétan high range, vagy a high-ba jöttem végig, ami konkrétan egy ilyen hármas fokozatnak a közepe, tehát konkrétan a négyesben egy picivel gyorsabban megy a jármű. Tehát most kicsit olyan kamaznak éreztem meg. Mondjuk egyébként ez a bandit teljes mértékben úgy mozog, meg úgy megy, mint egy kamaz. Csak szarabb váltóval, meg gyengébb motorral. Mint egy kamaz. A kamaz az... Aj, nagyon... Na mondjuk én mondjuk azt arra mondanám, hogyha nagyon kéne okoskodni, de hogy úgy megmondani, hogy mi az, ami nagyon jó jármű. Okoskodni. Az én arra raknám a voksom amúgy. Íj, basszus, ott hagytam a...
Sőt, én igazából majd lehet, majd kérek egy olyat, hogy a bandita már elég sokat mentem, hogy lecserélném inkább egy Tatrára. Jó, van, rendben. Úgyis itt ezen a térképen van egy Tatra. Ezt majd vissza lehet recoverelni, mert nincs a hátulján semmi ezt megépíteni. Mert ez valami förtelem amúgy, hogy konkrétan méterenként így az automata az bevált kettőbe, aztán vissza egybe, de úgy, hogy semmi nem történik, tehát hogy... Tehát hogyha ha egy emelkedő jönne, vagy egy nagyobb sár, amiben úgy elsüllyedne, vagy mit tudom én, akkor azt mondom, hogy okés, de ez... Kicsit olyan érzésem van, mint amikor az ifával akarsz hármasba váltani, hogy mész kettőbe... Úgy nyomod hármasba, és mire beváltasz hármasba, és befogja a fordulatot, meg az egész mindenséget, addigra már visszalassult a nagy kerekek, meg a nehéz súly miatt, konkrétan 50-ről 30-ra, de úgy, hogy a hármas fokozat, az ha 50-nél befogja, akkor nagyjából tud ugyanúgy gyorsulni, mint ahogy kell egy igazi járműnek, de ha az alatt, akkor megdőlik a motor, le akar fulladni, meg akar halni, minden szó. Most a bandita teljes mértékben ezt élem át, mikor automatába rakom, hogy bevált kettőbe, de megáll az autó, de kettőbe nem tud elindulni, visszaváltja egybe, de egybe az egy az túl rövid, tehát az olyan tiltáson akar menni, de nem megy tiltáson, mert gyenge a motor. Szenvedés. Csak ugye az ifánál nem a motor volt gyenge, hanem túlságosan meg volt pakolva. Meg a váltó, meg a nagy kardántengely, meg a nagy kerekek. Bár idézőjelben a nagy kereket, mert azért nem volt egy nagy monstrum. Azért az ifa az mindenhol elment és mindenhol elfér. Nem úgy, mint a mai kamionok. Múltkor láttam egyébként a legújabb Volvo, és mellette állt egy ifa. Hallod, ezek a méretkülönbségek, hanem mint hogyha az ifa az egy Ford Fiesta lenne, az új Volvo meg egy X3-os BMW. Vagy egy X5-ös, tehát egy... A fasz mondom. És olyan szép volt, full kékbe ott állt, érted? Az ifa. Hátul... Nem azt... Mert a platója nem meg volt pakolva, fel volt dobálva, minden, érted? Olyan szóval szét állt az egész hátulja, de meg volt rajta minden. Ugye volt a betonkeverőtől kezdve a generátor, a nem is tudom mit láttam még. Az komoly. Ja, a torony magasan állt függőlegesen a fülke mellé, vagy mögött a létra, de úgy, hogy az alja, a létrának az alja volt fölfele, tehát az égnek fölfele. Az igen. Na Mizu, nem tudok lepakolni. Igen? Lepakoljak? Hát létszi. Megint bugos a izé. Ja. Nem jelzem. Meg hát... Átülni is tudod. Na? Bocs. Nem igaz. Kicsit utána izé pakolt le meg tudtam átülni a izéba. Hát így. Nem tudom. Nem tudom. Hát ilyen volt egy kis tűzszünet. Aha. Arra. Igen. Ó, itt csak végig egyenesen kell menni, de jó. Akkor meg vagy végül. Ó, te igen, lepakoltam. Szuper, gyors, visszaviszem ezeket a... De rohadt jó a hangja. Ja, nem rossz amúgy. Amúgy tudod mire hasonlít? Jó kis gépnek tűnik. Na? Csepel. Tényleg. Egyébként ez majd teljesen. Csak az, hogy... Nem ketyeg, mert nem négy henger, de mivel finom hangja van, ugye a Csepelből volt 6 hengeres. Csak az volt a nagy motoros, de az...
Az is azért valamilyen szinten ketyeget. A másik mapon leszek kíváncsi a... arra a viharverte mapra leszek kíváncsi, hogy ott az a Kenworth vagy valami hasonló ilyen óriás kerekű, amikor majd arra rá van rakva, hogy lehet egyáltalán rárakni ilyen nagy bütykös gumikat. Úgyhogy majd az mit mutat. Hát igen. Igen. Így ez a kerék DLC által csak lehet majd valamit arra pluszba rátenni. Biztosan. Biztosan egyébként. Ja, ez az 6 hengeres motorral van szerelve. Finom hangja. Nem is a legfullasabb motor, vagy nem is tudom, hogy mi van benne már írtam, de lehet nem is a legfullasabb cuccok vannak benne. Na, le is fotóztam a pályát, elküldöm. Azért vezetett ilyen dolgokat a katonaságnál. Csepel. Azt hiszem, Zil. Liaz. Ja, Liaz. Meg Ura... Uaz, vagy Ural? Gaz. Uralt is vezetett, igen, azt mondta, hogy azt is vezetett. Kraszt azt nem vezetett. A Krasz az nem volt. Az az nem volt. Ezt felborult a platóhely. Csak hát tudod, abban az időben azért... Érted, orosz járműveket vezetni, tehát mai napig nem szereti. És hát... Ja. Nincs kibékülve az ilyen dolgokkal. A keleti dolgokkal. Még ahhoz képest most már egy japán autóba ül, azt vezeti elvileg. Szereti, imádja. Változtak az idők. Hát, ja, csak... Amikor valaki autóbuz és azért elmész egy oldtimer sóra és csak a régi BMW, csak a régi Opel, csak a régi, mit tudom én, Renault, mondjuk azt megértem, de hogy érted, amikor egy Zaporozhet ott áll mellette, mondjuk egy régi BMW mellett, meg egy régi Skoda, ami tök úgy néz ki, mint egy Wartburg, és ilyen vállendítéssel nézi meg, én meg konkrétan körbenyalom az autót. Hát, igen. Ezek jól és is néztek ki azok a régi Skodák. Hogyne. Hát volt benne a Cabrio is. Igen. Hogyne. A Wartburgból is ugye volt, abból a kerekített formájából, abból volt gyárilag Cabrio. Meg hát az oké, hogy ugye kelet-német csoda járművek voltak, de ugye azok azért pénzesek voltak, meg hát azért annyira jól néztek ki, hogy nem csak Európa szinten jól néztek ki, hanem volt Amerikába is importálva. Tehát, hogy amikor a 60-as években ugye az amerikaiak, mit tudom én, elkezdtek ezekkel az igazi old school izomautókkal járkálni, Camaro, Corvette. Amúgy igen, azokat még kiskorban láttam ilyen autós újságban. Igen, és akkor mellette egy Cabrio Wartburg. Vagy ugyanaz a alkatú Cabrio Skoda. Két színnel, tehát hogy a sárvédő más, mint a fehér színű, vagy az egész autó kék színű, tehát ez a régi Beller stílus igazából, csak 60-as évek gyártmánya, vagy 60-as, 70-es évek, ugye, mert a 70-es évek végén már volt 353-os még krom lökhárítós, meg krom, nem is a lökhárítós, mert lehet, hogy nem volt krom, de a maszk a Wartburgon az volt, az krom volt. Hát ezek ilyen menő autók voltak. Tehát ugye a 90-es években az volt menő, aki CRX-el járkált. Igen. A 70-es, 80-as években meg aki a Cabrio Wartburg.
Meg a nagy Volga. Már mondjuk attól féltek inkább az emberek. Mert? Kellett is. Hát 60-as, 70-es években? Nagy fekete Volga? Nem tudom miért féltek, vagy... Nem tudom. Nem. Nem. Hát tudod, olyan emberek ültek benne, amit Ja. mindenki mindent akar tudni. Ja. Na, szuper, szuper. Ja, erre most a hotyvákot kéne, a fémdetektort kéne rátennem, mi? Azt beszéltük. A vibráció modulár, igen. Igen, és a Fire Departmentnél a Searching for Underground Fires de nincs kell is. Beaktiválni. De nincs is, vagy várjál fogom valami. Nincs rá. Erre nincs vibrációs modul. A HX-re. Basszus. A másikon volt egyébként, valamelyikre volt. Hát a Far Freightliner-en ott alapból is rajta volt, ugye? Hát figyelj, igazából akkor ott bevigyelted a Freightliner-t, azt kipróbálhatod, csak rakjál rá a gumit. Melyiket? Freightliner. Azt is hallott, beültem a... Néztem a térképet, ugye a feladatot. Azt hallom, hogy valami brottyog, mondom, nem állítottam le a motort, nem áll, hát kifogy az üzemanyag. Beülök a izébe, az X-be. Nem fogy az üzemanyag, nem jár a motor. Átülök a banditba. Ennél sem jár a motor, és nem fogy ki az üzemanyag. Basszus, itt állok a izénál, a, mi az a, tudod, a víztoronynál, azt megy a generátor. A háttérbe. Aha, ez komoly. Az rotyog, robog, hát ezt nem hiszem. És ez a Freightliner, ez is egy talált kamion egyébként? Ez most akkor megtaláltunk mindenféle DLC-s járművet itt. Ez alapból is benne volt a játékban, csak ezt pluszban találtuk így meg. Akkor ezt pluszban találtuk, de akkor melyik az a három jármű? Volt az a Derry, vagy mi amit legelőször megtaláltunk? A Derry. Amit most. Akkor ez a Zix. Igen. Meg melyik volt még a harmadik? Három volt, azt hiszem. És valami kis... Három jármű? Igen. Jaj, ez volt az, ami... Meg kell néznem azért. De ezt már, azt már feleztük, vagy még nem? Tehát, hogy... Szerintem felfedezett még... harmadik jármű, vagy nem azért. Szerintem az még nem. És ezen miért nincs terepgumi, vagy valami? Ezen a... Freightlineren? Uh-huh. Nem tudom, miért nem raktál rá, de amúgy működik, amúgy jól megy, csak... De ezt nem is értem. Vagy kettő van amúgy ebből? Egész jó. De én elhasználtam, én elmentem vele, úgyhogy... Na és akkor erre működni, most működik. Ezt recovereljem és tegyek rá cuccost. Ja, rakjál rá cuccos, meg hát akkor gumit azt valami, DLC-s gumit azért. Ja. Valamit nézzél rá, valami, ami illik is hozzá, meg jól is néz ki. Jó. Rekstor. Ami itt van töltőképernyőn, azt a kamiont kéne, az jól néz ki. Jó. Mert, nagy csőrös. Ja, de az külön DLC-s, nem? Vagy... Szerintem igen. Melyik töltőképernyőn? Amikor tölt a egyik mapról a másikra, és ilyen az a, mi az... körforgalomba belállított ilyen fejsze dísz előtt megy el a kamion, ja, és fát húz. Az a GMC, igen, uh-huh. az külön DLC, és az külön meg kell venni, a GMC Brigadier 8000. Amúgy figyelj, amúgy az egy jó jármű. Ja, elég nem, jó. Nem is, nem is szerintem, az nem egy drága cuccos így. Amúgy van olyan Defender a játékban, most nézem. Az a viharossal jön belvileg. Vagy ez melyik? Nem tudom melyik. Valami, aha. Ja. Igen. Úgyhogy van a Tajmir, van a viharos, van a rall is, de azt te mondtad, hogy nem biztos, hogy abban részt veszel. Úgyhogy... Hát... Én azt kihagyom. Ezért van egy pedig amúgy lenne kedvem egyébként, tehát mondjuk ott van egy Azov, ami egyébként nagyon...
hívogató, meg lehet, hogy jó az a, ugye a kamaz truck verseny, a jármű, csak meg amúgy úgy kíváncsi is lennék ilyenekbe, tehát olyan mondtam múltkor, hogy amúgy simán lehetne tartani egy ilyen jó kis, hogy mindenki választ egy kedvenc járművet, az akár lehet a White Western Star, vagy a Royal BM, vagy az International Paystar, tök mindegy. És akkor rakunk valakinek, mit tudom, hoz üzemanyagot, valaki, mit tudom én, szervizkocsit, és akkor, mit tudom, kijelölünk egy-két pontot, és akkor 3-2-1, azt csináltunk egy ilyen izét, lemérjük időre, realizunk egyet. Tehát egy, amúgy lehetne így, csak az a baj, hogy most tudod, az a térkép, amit láttam róla, az ilyen tipikusan olyan térkép, hogy ha ott a versenykamionnal is mész, és hát, nem tudom, nekem nem adja. Hát, év van. Melyiket, a vibrációs modult rakjam rá? Vagy melyiket kell? Azt, igen. Vibrációs modul. Jó, mit akartam, valamit még akartam. Illetve, ugye, most hogyha az meg jó. Lesz az a feladat, akkor a Putting Out Underground Fires-t fogja felfelezni, amihez kell ugye víz, meg package sand. Úgyhogy nekem meg kéne olyan jármű, ami tud vizet hordani. Jó. És melyik lenne az? Vagy hát igazából... Mondta, hogy melyiket, melyik kell. És ez melyik az a küldetés egyébként, ez a detektoros tud? A Fire Departmentnél Searching for Underground Fires. Searching for... Aha. Ja, és ide három. Uh-huh. A föld alatti tüzet kell kiszimatolni, az igen. Ja, igen. Igazából... Amelyik járművel... Melyiket választott, Dexi. Viszont ez mind a kettő a másik mapon van, vagy mindegyik search-ölős tud. Aha, az mind a második mapon van. Akkor Royal BM-et azt sima utánfutós, és akkor Trailer Store-ba egy ilyen nagy vízhordót. Vízhordósat szeretnék. Mert azt tudom, hogy azért az... Az jó, meg az keveset használtam. Jó, és akkor mit... Van belőle... Ez az SS motor... Gearbox Offroad... Suspensionből vissza... Ja, de nincs is stock, csak ez az emelt van. Az nem baj, az maradhat. Tiresből rakok rá egy valami komolyabbat, vagy gumiból. Jaj, a gumit összehasz rakjál rá. Mondjuk nem baj, hogyha olyan gumit raksz rá, ami jó aszfalton is, mert most itt is az elején aszfalton kell menni, meg igazából szerintem a másik mapon is. Bár ez jó kérdés, hogy hol van az Underground Fires. De van egy sejtésem, hogy a gyár. Az egyik a gyár terület, a másik a warehouse terület. Nem tudom, mi a harmadik. Mondjuk van egy fekete része, ahova vezet kettő darab út befele. És akkor mi kell rá visszaállító? Nem, small hitch, és akkor visszaállító nagy pót. Hali, Tibi! Még egyszer, Shadow kell, igen. És ja. Akkor kell rá egy vízhordós nagy pótkocsi. Ja. Az volt retalabban. Lemaradtál az Expedition témáról? Hát... Igazából nagy vonalakban elmondhatjuk még egyszer. Nagyjából egy közös nevezőre jutottunk. Ennyi pénzért kicsit sokaljuk.
Az 17 000 az arab alapverzióért azért az kicsit sok. Főleg úgy, hogy én mondjuk csak egy-két képet, meg nagyon részlet videót láttam. Meg nagyon időigényes. Igazából úgy is, hogyha kedvünk van ilyen felfedezni, meg nyomni, akkor úgy is SnowRunner. Ezt toljuk, mert nekünk ez új most, így az Ontario map. Meg majd lesznek a későbbiekben még tervben ilyen-olyan térképek. Úgyhogy igazából vagy egy húsvéti leárazásban megvételezni, kipróbálni, vagy ha lesz legalább leárazva, nem tudom, hogy lesz-e vagy sem. Hát ja, azt én sem. Vagy ha véletlenül a Microsoft rá gondolna, hogy dobjunk be még egy új játékot a Game Pass-ba, hogy legyen érdemes megvenniük az embernek a Game Pass-t, fizetni rá a Game Pass-ra, mert azért figyelj, időigényes játék, tehát akinek ez tetszik és bejön, az nem fog csak egy hónap Game Pass-t 300 forintért kifizetni, hogy ah, jó van, akkor egy hónap alatt kijátszom a játékot, mert nem hiszem, hogy ki lehet. Kérdéses, hogy hány térkép, hány, vagy mennyi van benne igazából, meg hogy mi lesz a későbbiekben benne a játékban. Mert hogyha így, mint a SnowRunner, hogy négy év után, a megjelenés után is adnak még mindig ki DLC-t, külön mapokat, járműveket, ez valami isteni. Tehát mai napig egyébként ez a 2021, 2, 3, 4 év játéka nálam. Hát Eddig nagyon ez új elég jó játék, játék. Off is amivel el visszaszállhat lehet majd lenni. Exi. Hogyha Oké, úgy van. semmi kérdök. És miért nem tudom használni ezt a modulárt? Az majd akkor, hogyha jelzi, Igen, hogyha akkor közel lehet vagy csak. elkezd csipogni, és Igen. amikor már nagyon csipog, akkor lehet majd csak Tudom, a leges-legelső bekapcsolni, és pályán akkor volt ilyen már, amúgy. a Time Hero volt ilyen. Hogy ott volt? Ja. Aha. Hát igen, igazából most a Gyuri is újra kezdte ezt a karrier módját, tehát igazából egy hónappal ezelőtt nagyjából még Alaszkába toltuk az ipart. Tényleg, Hárman, tényleg. ketten, hárman, meg igazából a Tajmirhez még nincsen hozzányúlva nagyon, tehát mondjuk ilyen tajga, meg ilyen járművei, meg igazából nincsenek, bár A másik sima, hogy tudja mentésem vannak vételezni. meg. Ja, ott Ugyebár. megvannak meg. Ja. Itt nincs. De még mindig rohadt jó. Tehát most lehet, hogy én is úgy gondolkodnák, hogy lehet nem kezdeném újra, tehát így ja, de amit így egyedül nem kezdeném újra, de hogyha van Hát egy nem. csapat, egy ilyen egy-két ember, akkor simán benne vagyok, tehát Igen. egy-két ökörködés mellett, meg témázgatás, kibeszélés, vagy valami, tehát Igen. Meg én azért kezdtem újra, mert az eleje az jobban tetszett utána, mint amikor elkezdett így nehéz lenni a game. Úgy az eleje olyan könnyebb volt, meg lendületesebb. Utána már olyan szenvedősebb volt csinálni a feladatokat. De most már ja. tapasztaltabb vagyok, ezért most már könnyebb ez is. Ja, hát az meg a másik, igen, tehát most azért más most újra kezdeni egy olyan játékot, amit már ismersz nagyjából, mint akkor, amikor kijött a játék. Akkor, amikor kijött a játék, akkor konkrétan csak azért csináltuk a single-be egyedül, mert hogy úristen, új játék, és hogy úristen, meg mit tudom én. Most is ugye ez a térkép is teljes mértékben dob egy akkorát, hogy kíváncsi vagy, akarod csinálni, mi lesz belőle. Persze, persze, persze. Ja, hát igen, úgy lett persze azért. És mi se toljuk minden nap. Tehát az ember az el van, dolgozzik, csinálja mást, vagy más játékok is pörögnek, tehát nem is szabad igazából minden nap nyomni ezt a játékot, mert akkor Megunod.
Ja, meg lehet unni azért. Meg, hát én is. Ja, azért meguntam. Ez évek alatt. Hétvégén rászanni egy 2-3 órát, és akkor ugye ellemesik. Úgy várod is a hétköznap, hogy igen. Legyen hétvége, nyom. Én már vártam, hogy toljuk, amúgy én szeretem ezt a gémet. Én is ugyanígy. Igen. Csak akkor ugye még nem volt nagyon jó a kóp mód igazából, tehát vagy ott alig tudtunk összecsatlakozni, meg igen, nagyon későn ültek rá a fejlesztők, hogy azért valamit kezdjünk már ezzel. Hiába szóltak a játékosok, hogy amúgy ez bugos, az nem jó, nem lehet darúzni. Most itt is volt olyan probléma, hogy darúztam be a fát, és hogyha valaki ült a járműbe, vagy Gyuri, vagy Attila, akkor konkrétan az égett fa az így bebugolt. De ahogy kiszálltak, tényleg. Konkrétan olyan profin be tudtam pakolni, hogy konkrétan saját magamnak rakodó jogosítványt írtam. Tehát brutál jó. Vagy hogy nem lehet tankolni néha, tehát akkor meg Gyurit megkérem, meg mivel, hogy minden is eltűnik, hogyha kifagyok. Ezért Gyurinak a járműveivel van használva minden. Tehát az én járműveim azok, a fele az Donon van, meg van egy-kettő koloba az Amúron. Aztán igazából így kb. Ennyi. Viszont van Tehát egy megvan a kis gond. garázsba. Na. Ugyebár ott a térképen most mutatja, hogy hány méterre van a... Na, tényleg ez ilyen. Júj, de jó. Lehet, hogy át csak kellett volna jönni ide. Dehogy van. Igen? Így van. Ugye megvan ott adva, hogy hány méterrel odébb van az a bizonyos pont, ahol vibrálni kell. Ugye meg van minden nyomatva, hogy északi, déli, nem tudom én. El kell indulni egy irányba, és megnézni, hogy melyik csökkent. Melyik ezért. Ezt imádom. Ilyet amúgy valóságban is tök jó lenne tolni. Jó van, én meg tankolom magamat vízzel. Aztán várom, hogy... De ha nagyon nehéz, akkor szóljál, és akkor lekreálhatsz még egy ilyen járművet, ami... Megyek én a másik irányba, vagy mit tudom én. Tényleg ezt csináltuk volna így együtt is. Hát akkor hajrá! Szeretnéd? Hogyne, én ezt imádom. Aztán is felejtettem, hogy ez ilyen. Erre melyikre tudok tenni a... melyikre tegyek? Vagy vegyek egyet. Tatrára lehet. A Tatrát, ami ezen a térképen van, recovereld, úgyis meg kell építeni. Ja. Hát ha arra lehet. Basszus, ez tényleg el is. Nagyon elfelejtettem. Így kiment a fejemből, te. Hogy? Hogy így... Hát, hogy ez ilyen feladat. Ja, én is elfelejtettem. Amúgy én is abban voltam, hogy meg kell nézni. De ugyebár régebben a Scoot-tal kellett megnézni az ilyen zászlópontokat, vagy miket. Vagy az én szén játék volt, már nem is emlékszem, hogy olyan rég volt. Hát igen, a helikopterező az igen, meg nincs a... Nincs hozzá, roofrack van. Tatrához nincs, ilyen, azért utc van. Meg plató. Legyen ott, ami Flistarként van a térképen. Flistar? Ami itt van egyből? Ja. Szerintem arra lehet. Mert ha arra se lehet, akkor meg aztán... Nem tudom, akkor... Vissza a Freightlinerre. Visszarakni. Mondjuk azért egyébként visszatérve, tehát itt is azért még vannak azért problémák néha a játékkal. De így,
hogy nem minden nap toljuk, így azért így észrevehetően jobban működik, vagy néha kell egy kicsit gondolkodni a játéknak, hogy vagy hagyni gondolkodni, hogy jó, nem megy a tankolás, nem baj, majd mit tudom én. Nincs amúgy erre sem. Arra se. Basszus. Akkor Freightliner. Az hol van? Másik pályán. Vagy vegyek még egyet? Jó, ja, az itt van a másik pályán, de vehetsz igazából, hogyha A Freightliner. ez marad ilyen izénak. Már ugye a flatbed van rajta, tehát majd akkor az majd jó lesz a homok szállítónak. Figyelj, gyors Az is kell. visszarekoverelem, aztán rakok rá. Ha lehet rárakni egyáltalán, most próbálgatjuk, aztán Hát most vissza. azon alapból az volt, úgyhogy arra... Vagy nem az volt. Mert azzal vagyok most én. Viszont vehetek még egyet, egy Ja, Freightliner. tényleg? Akkor, ja, akkor vegyél. Jó. Egy citromsárgát. Oké. Amilyet szeretnél, tényleg betungalom neked, amire szeretném, mert mindjárt nézd a képernyőt, aztán mondod, hogy miért szeretnél. Hát most nem akarok ezzel nagyon húzni időt, citromsárga legyen, aztán kész. Ha van Jó. hozzá valami, hogy citromsárga fehér, vagy citromsárga fekete, akkor az még úgy jó. A sima sárga, nekem az is tökéletes. Hova? Mondanám, hogy milyen sárga legyen, de hát most nem szabad. Na, a Flightliner, this is, ez a 114 SD. Azaz. Aztán van itt egy ilyen másmilyen Flightliner és egy ilyen zöldes színű. Deploy. Oké. Ilyet. Ilyen kiemeltet kérsz, ugye? Vagy ami meg van emelve. Ja, mindenképpen. Meg jó gumival. Jó. Tök jól nézzen ki ezek a gumik. Kérdezi a Spityu, hogy 10 perc is jönne játékra, ha lehet. Hát nem tud, mert le van már zárva a cuccos. Na, és akkor... Mit mondtál?
Ilyen citromsárgában van. Egy ilyen sötét citromsárgás szín, ilyen kékkel megspékelve. Vagy... Látod? Amúgy. Nem, mert még nem töltött oda. Ja? Nem, még a gumikat izélom, de szerintem jó lesz amúgy, mert... Jó. Mert szerintem vágom azt a szint. Jó, parancsol. Ah, ja, az jó, az jó. Jó. De jó, igen. Jó, hú, de jó. Okay. Hú, de jó. Akkor én megyek, csinálom az first-öt, vagy az első okay. Felfedezőst. Na, tehát most így rányomtam a Freightliner 114 SD-re. Látom, hogy jobb oldalt ott tölt, tehát kicsit idő kell neki, mire áttöltök. Meg beleül, meg kicsit rájön így a játék, hogy ja, vagy most ez váltani akar. De mi történik? Oké, okay, eddig jó vagyunk. Jó gyors ez a Flightliner. Amúgy. Ja, jó féle amúgy. Az American Truck Simulatorban is nagyon szeretem a maga a sima kamion. Amúgy valamiért nem raktam föl a gumikat nálam. Ugyanúgy igen? Highway gumi van. Visszarakjam? Visszamenjek fel rakjam? Nem, jó ez. Teljes mértékben jó. Az előbb is működött. Szórakozzunk. Üzéval inkább nyomjuk. Azt mit tudom, ilyen kicsit a vizesebb területeken lassabban megyek, de hát most nincs is rajta nagy súly. Mert azért ez nem olyan nagyon nagy, de nehéz ez a 4 darab vibráció meg izé padul. Hát ja, meg itt végig eddig mi az? Aszfalton jöttem, úgyhogy... Hát ilyen sokat kell ott lenni azért. Itt is az első napon. Sőt, szerintem, mert ugyebár a föld alatti tüzet kell nézni, vibrálni, és az meg gondolom itt lesz, na már jelez valahol. Vagy így sípol a detektor. Gondolom ott, ahol ki van égve egyébként. Aha. Ott a gyár, meg a warehouse, meg ott jobbra. Valami van még. És ott van benne jobbra, út, igen. Ne csináld! Hogy arra út hát van benne. Ne csináld ezt, én velem. Bocs. Hát igen, ott nem tudom miért nem jártunk arra, vagy miért nem mentünk be, mert... Jó, mert jó, mert az a baj, hogy tudom miért nem mentünk el oda be. Mert ugye tovább mentünk, és ott van az a baleseti igen, kép is. Igen. Vagy a főképernyőnek a képe. Aztán azt inkább azt néztük meg, mint azt, hogy letérjünk arról az útról. Meg hát nem tudtuk, hogy mi van az út végén. Tehát a gyárt akkor még nem láttuk. Gyárat. Na nem jó felelő. Lehet ezért gondolkodik nagyon a játék egyébként, hogy ilyen raktad fel a DLC-s gumikat valamiért nálam, nem akarja betölteni, vagy... De az előbb is ez volt amúgy, ugyebár felraktam és mondtad, hogy nincs rajta, pedig felraktam, nincs úgy rajta emlékszem. Igazából, igen. Jó, hát mindegy. Mondom, ezzel is elmegy simán. Meg legalább így az aszfalton tapadok, tehát nincs az, hogy csúszik, aztán összetöröm, vagy mit tudom én. És mivel kell megcsinálni ezt? Amikor már nagyon sípol, aha, akkor start, tépad aha. Föl. Ja. Ja. És X.
De komoly! És ennyit csinált? Ennyi volt? Aha. Figyelj, megkeresem akkor a másodikat, vagy melyiket keresett? Amíg nem mentem át a térképen, nem tudom melyik van közelebb hozzám ott a térkép elején. Vagy megcsinálom a harmadikat, mert nekem az van most közelebb. Vagy most azt a merülik arcon. Azt a mekkora. Lehet az izé is ilyen egyébként, hogy nagyon tudod, 12 000-ért a mellékküldetés, amiben ugyanígy vizitálni kell izé 3 darab pontot. Lehet az is ilyen vibrációs amúgy, hogy ez a... Hát nem csak annyi, hogy izé oda mész, megnézed, meg felfedezed, aztán kész, megkapod az ebből a 12 000-et. Aha, keresd meg méterenként az izé vibrációval. Komoly. De az is ilyen, akkor lehet, azt meg lehet csinálni, hogy jó kis 12 000-ért simán. Ja, persze. Itt van egy. Egy kicsit legalább változatos, nem az, hogy faszállítás, vízoltás, meg itt tudom én egy-két csomag vét izé átvinni, hanem akkor van ilyen más. Stage complete. Valamire stage azt írta, hogy complete. Stage. Nálad nem azt nem írta? Lehet a másik feladat. Erre ez tartozik még 2 feladat. Ja. Vagy nem tudom. Ugye megnézzük. De itt is írja, hogy vibrálj. Ja nem, most azért, mert 130 méterre vagyok már itt a cucctól. 1656 méter a második pont. Hát szerintem én jó sejtem, akkor az gondolom én a gyár terület. Uh-huh. Gyár terület az egyik lesz, itt van, melyiket csinálod meg te, a kettest vagy, az egy, vagy a hármast? Hát én most a kettest néztem, nem jó. A hármas az. Jó, az itt jössz végig, itt van ahol ezek a kamionok, kamion van, meg a másik. A hármast azt te... Ugye nem, az egyest az hol az kész, a warehouse-nál? Az egyes már meg lett. Itt ahol... Mi a történet? Ahol megszűnt, ahol nem tudom, tűz volt és megszűnt az aszfalt, tehát így szét volt jövő az egész olyan helyen. Ja, volt. Aha. Ja. Aha, értem. Jó van, mindegy, akkor tartok arra. Aztán... Én elmegyek, megcsinálom a hármast. Itt igazából neked szerintem körülbelül az aszfalton kell végigjönnöd. Tovább megyek akkor a hármasra. Hát durván nekem a hármast az egész közel írja, és te meg pont, hogy távolodsz. Hát te már ilyen 1400 méterre távolabb voltál, és 1200-ra írja a harmadik helyet. Hát mindegy. Igazából nem baj, hogy ez a két jármű itt van, mert akkor így legalább azért is meg tudjuk csinálni ezt a mellékküldetést. Ja. Meddig vagy ma? De mennyi az idő? 28. 11. Hát még egy órát kb. Vagy 11, egy fél órát, ja, nem tudom. Lehet, hogy a hétvégén többet leszek, de csak holnap reggel kelek 8-kor, jön a főbérlő, viszi el a hűtőt, meg stb. Tehát... Jó van. Nem baj, mert igazából Spityu vagy beszéltük, hogyha itt végzek, akkor átmegyünk kicsit Donra.
Te a füsttel itt lesz. Jó, be kellett ide jönni. Aha, most vagy a warehouse-nál, nem? Itt vagyok. Ott van egy égő bombom. Warehouse, egy ilyen piros. Ja, igen. Az meg volt. Nekem még 700 méter másik. Na, szupi. Addig innen visszajövök, kijövök. Szerintem, és elmegyek. Figyelj, akkor a melléküldetés, azt meg lehetne nézni, hogy az mennyi, innentől hány méterre van. Hogy ez ilyen. Milyen vannak? Itt egy bed addicted. Ja. A Gold Rush. Elindítottam. Az igen, ez a terület. Egyik 693, másik 7000 méter, a másik meg 1319 innen tőlem. Ez komoly. Ez az. Nem tudom, akkor elindulsz a messzi bér. Ami ez a durva egyébként, így ebben nem tudtam sose belegondolni, hogy a snowrunnerek fejében milyen, hogy milyen mapok jönnek. Tehát, hogy tudod, hogy az 700 méterre van, bocsánat, ne ragudj. Ja. Hát mindegy, akkor messzebbire. Na, mit mondasz? Egyébként mit mondtál, hogy milyen durva, hogy? Ja, hogy nem, hogy bármikor, tehát hogy bejöttek, tudod, a Kula félsziget, jeges térkép. Yukon, az is inkább ez a havas, de mégis azért, tudom én, sok víz, meg mit tudom én, Kanada feeling, meg ilyen dolgok, tehát. És utána, azért nem is tudom, hogy miért utána, azt hiszem Wisconsin, az ilyen szárazos, kicsit ilyen olyan, mint a Michigan, és hogy nem igazán láttam bele, hogy most ezt csak kidobnak egy olyat, hogy éget erdő, meg vihar, meg mit tudom igen, én. Igen, azért az tök durva egyébként egy bele gondolva. Igen. Itt vagy, hé? Itt. Egyébként az a durva. Nekem itt jobbra be kell menni. Igen, meg itt jobbra valamerre lesz majd a cuccos. Na, milyen járművek voltak így megtalálásra ehhez a térkép? Kettőt megtaláltunk. Nem tudom. Igazából én nem láttam mást, ami ilyen azt írja, hogy Ontario térkép. A derit mutatta meg ezt a zigzet, tehát hogy így. És nem tudom, hogy a másik tajga például, a kisebb krasz, hogy az mely térképen. De jó lesz, hogyha mondjuk a vizet majd ide kell hordani. Igen. Jó területre bejöttem amúgy. Itt is lesz egy ilyen lerobbant warehouse. Ne. Menjek? Meg vagyok, hallod? Tudod, mi mentett meg? Egy kiégett fa, amiben, hogyha belemész, akkor belebugol a járművet. Ilyen leégett utc van. Na, királyság. Nice.
Szuper. És akkor így ezt a kis részt fel is fedezi. Oké, akkor én is elindítom azt a oldrás. 1598. Ezt még megcsináljuk, aztán... Aha, jó. Aztán tente, szerintem. Akkor te a first zóna irányba irányba Nem, vetted a second zóna irányába veszem az irányt, mert... Ja, csak akkor bementél oda felfedezni. Ah, jó, oké. Ja, de várjál, a másik itt van 200 méterre kb. Hát igen, úgyis, az első zóna. Ja, mindegy, elmegyek a legmesszebbibe, jó? Jó. Hát ez nagyjából így ható kör, az konkrétan így... Mondjuk 124 liter üzemanyagban van, úgyhogy... Ott a izé az üzemanyagos, nem messze, mint az úton balra. Igen. De szóljál, aztán jövök is, akkor töltök egy kicsit beléd. Ja, szerintem oké, és meg ez. Ja, hallod, itt körbe lehet jönni, ki lehet kerülni ezt az út torlaszt. Vagy ezt, ahogy beszakadt Aha, itt az út. Igen. De jó. Ez majd, hogyha valamit vinni kell oda messzire, akkor tök jó lesz, hogy itt körbe lehet jönni viszonylag jó terepen. Igen. Az jó. Mi kell? Akkor az... Ja, akkor itt nem lehet sehol se fölmenni, mi? Most hát, hát van ilyen utalan út, de hát az csak odáig megy föl. Most hát... talán itt jobbra. De nem. Ők én is balra. Ha, ki fogok tudni menni innen. Hol volt itt a... Nagyon messzire vannak járművek. Mibe akad el? What? Baszki. Mi az, elakadt? Hát van egy ilyen, vannak ilyen... Hát ilyen buzik a földbe. Ilyen kiálló csöcsök. Igen. Ilyen elszáradt fa, és azon akadok meg a... De jó, megvagyok. Kijöttem az útra. De izé... Na, most... Majd megint? Megint találtam ilyet? Nem mondod komolyan. Aha, megint találtam ilyet, basszus. Ez jó. De idegesítő az, te jó ég. Üha. Megcsapodott a földbe az eleje. Hát én megpróbálom ezzel a kis kevés üzemanyaggal felfedezni, talán másik vagyunk fog. Mi az itt?
Szóval megcsináltam. Igen. Nincs semmi, ahol tudnád kötni magad, mi? Gyere! Nem igazán, talán a... Megoldottam. Csodával táros módon. Jó, inkább koncentrálok a feladatra. Tőled most az első zóna az mennyire van? 680-ra. Baszmely. De amúgy ott voltak a zónák, a hármas, vagy valamelyik zóna ott volt ott a közelben. Ott az egyes zóna, igen, az... Ahova felkanyarodtam. Konkrétan csak, hát szólok, hogy az konkrétan... Konkrétan? Fő kéne menni az erdőbe. Konkrétan fő kéne menni az erdőbe. Csak szólok. Igen? Aha. Szerintem onnan a bekanyarodósából kell lekanyarodni, mert az út mellett vannak ezek. Hát csak 311 méterre. Az konkrétan annak a 311 méternek a hatóköre, amerre csökken, az fent van a hegyen, bent az erdőben. Igen. Mondjuk ez meg arra lesz, hogy meg kell fordulni. Ez már nehezebb egyébként, nem lesz annyira könnyű, meg van egy olyan sandagyarum, hogy... Igen. Hogy ezt nem is fogjuk tudni most lefelezni. Ez durva egyébként, hogyha a fő küldik sokkal könnyebbek, mint a mellé küldi. Az igen. Az meg távolodik. Ja, amúgy ez nem annyira egyszerű most, mint a másik. Egy nagyon picit komplikáltabb, de... Be kéne mennem a tóhoz. Az igen.
Én találtam most egy utalan utat. Igen. Ami kicsit arra vezet, amerre csökken a szám, úgyhogy ez kicsit, aha, már is kezdett pityogni, úgyhogy most jó helyre jöttem. Na, szuki. Jó vonalat volt ez a túl. Lemegyek és megtankolom. Ja, jó, hogy 300 literes a tartály ennek a szarnak. Amúgy igen. 150-es lenne, most fogynék ki. Pont mikor idejére. Nekem is még 22 liter van, és hát... ja, már 21. Kicsit arrébb. Jó helyen vagyok. Szép kilátás, meg jó, 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 ez tetszik, ez a helyszín. Gondolod, meg akarod nézni, akkor megnézheted. Megnézheted. Kíváncsi vagy rá. Így. És... Meg. Ennyit nincs, akkor baj többet. Szóljál majd. Na, csak közben kijelöltem mást, amit nem akartam volna. Hűha. Survivor játék lenne, én oda telepednék le amúgy. Átülhetek? Aha, mehetsz. Ez a kamion itt micsoda egyébként, mert itt... Ezt onnan lehetne elindítani. Nem mindegy. Azt a... Ez szép, nagyon jó kis kilátás. Szép kilátások. Jó kis Aja. Hely. Fasza. Hoppá. Milyen rég nem volt már upgrade pont sem. Ja, hát az igen, szerintem azt már az összeset felfedeztük. Jó, van egy ilyen fejtésem. Ez a kamion is mi egyébként? Fejtelmes. Az a főképernyős. Az ami a játéknak a főképernyőjén van. Igen. A sárga, ami vascsöveket szállít. A... Az nem rossz jármű. Hát... Az a melléküldetésnél kapod meg, ja, megkapod azt a... Ez is Freiner. Jaj, ez is Freitliner. Ja, de ezt nem kapod meg. Csak, vagy repa irálni kell 3300. De meg tudod venni. Ja. Van majd drága jármű. Nem, igazából nézegettem csak azt, hogy... Nézegettem azokat, hogy... Mi az a harmadik jármű, amit itt meg bead? Na majd, hogyha kilépünk, majd megnézem utána. Ezt megcsináltuk. De melyiket csinálom? A second zónát, ja. Te mennyire vagy onnan? A harmadik zónától, te azt csinálod most, ugye? 1300 méter, a... Az igen, én 1400-ra. Nagyjából az, nem tudom, hogy ez hol lehet. Szerintem fönt a hegyen van egy sejtésem. Erre ki az útra? Aha, ja, ki lehet menni itt az útra, jó. Hát el kellett volna menni arra. Arra nem lehet. Ja, itt el kellett volna menni. Fú, nem is arra, hanem... Amarra. És ilyen burn logs, hogy miért nem ilyen az jó isten az ott.
Vagy majd arra felje. Arra. Ja, igazából nekem ugye a hatótáv úgy, hogy te is ilyen 1200, vagy nem 1400 méterrel tovább vagy. Így úgy tűnik, hogy ez az a dirt zóna az fent a campingnél valami, valahol. És van is egy sejtésem, hogy hol amúgy. Sejtelmes. Sejtelmes, ez 1500... Az konkrétan itt valami. Mindegy, az sajnos arra kell mennem. Felmegyünk a hegyekbe. Hétvégén felmegyünk a hegyekbe. Pont szó pont. Szerint. Szó szerint. Hétvége van, ezt megyek fölfele. Na, de mondjuk most jó a tankolás is. Meg vizeset is feltankoltam, úgyhogy most meg jól működik. Na jó, kell itt bemenni. Ó, visszább. Ó, jó. Na most én néztem el a kijárót. El lehet itt is menni. De ahogy lehet. Ha lett volna egy ilyen utalan út jellegű, akkor simán mentem volna, csak sziklák vannak a Waterboom 7 mögött. Pedig elmentem volna arra szívesen. Levágtam volna egy 200 méter biztosan. Durva, péntek este van, azt nem ült a zene a fülembe, hanem ez chill. Chill. Megy a háttérbe. Gitár szóló. Teljesen jó, nem kell mindig amúgy az a... Hardcore buli. Ja. Hát amúgy a héten nagyon keveset hallgattam úgy, meg a múlt héten, amikor nagyon beteg voltam, nagyon keveset hallgattam zenét, egy hétköznap is. Pedig ugye az én állam azért szokott menni háttérbe. De hát jaj, nem baj, hogy néha ezért csöndben van az ember. Hát nem, most már jól kijött a szép idő, lehet menni. Izén, és mi az? Túrázgatni, meg erdőbe, csöndbe, de kimenni. Így van. Matárcsi csergés, meg ilyesmi, azért kell. Én régen rengeteget jártam amúgy erdőbe, biciklizni meg. Hát ilyen főként biciklizni. Amikor volt egy kis sár, akkor persze dagányázni. Az jó volt. Letöltő talpig izé, mi az. Sáros voltam, de a biciklimet föl se lehetett ismerni. Tehát volt olyan fehér-piros biciklim volt. Aha.
Bementem az erdőbe, hát a barna színű ízű biciklivel jöttem ki. A lánc meg a váltó az azért törött szét. Az igen. Sár dagonya miatt. Na végre, most már nekem is... Leesett a lánc sokszor, mert izé... Beragadt. Most beragadt a sár, meg mit tudom, ezt nem tudod belekapni. Jó idők voltak. Jó ám. Én szerettem az ilyen sarazós, bringázós, dagonyázós cuccokat. Már itt elő az fő. Ez a... Március 15. Leesett a sok hó. Meg minden. Hát ez baj. Mi? Tudod, hol ragadtam el? Ugyanott, ahol te is. Ugyanott a vízben. Az Ankvarda, az International mellett. Bazd meg! Ott a kocsit, hogyha húzod magadra, akkor elvileg jó. Nem. Nem? Nem jó. Nem. Nekem nem jó. Hát jó, akkor motor leállít. White Western Star. Ja, nem is, Fritz Star van itt. És ezen is gyári gumi van, mi? Aha, ja, gondoltam. Nem baj, legalább van rajta fa. Meg lesz egy pont, amire ki tudom húzni magam. Hely út helye van. Ja, hogy ott nem is lehet átjutni. Azt mondom. Azt a kurva. Júj! Hát ha ezt látnád, hogy én mit realizok alatt egy kis fával. És nem borultam fel, azt arat, pedig mind mentem át, te jó ég. Pattogtam, basszus. Na. Most is egy ilyen szép erre keveredtem. Látom. Meg is találtam. Hoféle. Azt hittem beragadok. Köszönöm. Király. Hát én be is ragadtam most jelenleg. Igen? Kell jönni? Hol vagy? Messze. Aztán, ott vagy, az igen. Inkább lehet, hogy visszatöltöm az üzemanyag töltőbe az üzemanyagomat. Azt, igen. Igen, és akkor recovereled magad. Jaja. Azt nem tudom, legközelebb innen folytatjuk? Jaja. Jó. Mert erre arra kéne kimennie.
Meg kéne fordulni. Annyira nem borulékony ez a kamion amúgy, az úgy tetszett. Igen, így amúgy teljesen más ez egyébként az a jármű, mert mondom, amikor én mindig izének használtam, üzemanyagosnak, én mindig purultam vele, és ezért sem használtam. De így meg aztán, hogy használtam platósként is, highway gumikkal, meg most is highway gumikkal így vibráció modullal, így amúgy teljesen jó. Ja, most egy egész jó volt. Meg meglepően jó. Na, szuper. Ja, hideg kirázott, basszus. Na. Majdnem borultam. Jó, mondjuk a White Western Star-on egy ilyen magaslat van. Aztán mekkora szakadékok. Jó, felejök, jó. Oké. Okay. Nem. Azt a minitom lázom, mondta. Amit rakja a Crash Rabbit.
Na itt is van egy track, ami így hirtelen standard szépen. És hol van a több ilyen scooty jármű, meg mit tudom én, majd egyszer így össze kéne válogatni. Összeválogatom majd. Ha végeztünk ezzel és átcsoportosítom a másikra. Mondtad mondjuk, hogy belagolt, de csak az elején. De csak az elején lagol be. Hát az elején, amikor garázsból kijössz, jó, csak hát ez... Egyébként megvan a harmadik jármű. Na, melyik az? Ez a Caterpillar. Mi ez, ilyen rakodógép. Ja, hát... Ja. Eszembe sült, de ez is felejtettem. Az Yukonba is meg lehet találni. És ugyebár ezt adta még. Itt pluszba. Ja. Rico, vereljen, megnézzük, hogy erre van-e valami. Habár... Azt hiszem, nagyon nincsen. Ja, mi lenne rá? Ja. Meg ez majd lehet, hogy itt fog kelleni. Szerintem a sineket majd ezzel kell fölrakni. Vagy valami hasonló lehet a feladat. Nem bírja el a sint. Hát... Nem tudom, hogy mi. Igazából Yukonban volt olyan rá, hogy... Hogy amikor a... A load... loading... A craftolásnál, amikor a... Nem én a fuelt, vagy a... hogy valamilyen raklapos dolgot kellett rárakatni a izére, a útra, akkor nem úgy volt, hogy oda mentél, vagy lerakodni kellett oda, hogy leraktad, csak úgy beleálltál kockába, azt leraktad, vagy hiába raktam már például izéval, darúval, én átraktam darúval, nem akarta levenni róla, és odaálltam ezzel a villával, aláállt a villával, és akkor dobta ki, hogy menedzsmentelni kell, és akkor lerakodni. Vagy felrakodni, és akkor onnan le lehetett. Mert amúgy még nem tudtam, hogy volt, hogy lecraftoltam, és akkor mondjuk a consumables-t, nem a consumables-t, nem tudom már mit mindegy. Talán. Ja, de izét, a kabinokat, és akkor hiába álltam oda darusra, nem tudtam rávincselni. És akkor odaálltam alá azzal a vizéval, és akkor tudtam csak levenni és átrakatni a trailerre. Hát, ott így volt kitalálva az, hogy lehessen valamire használni, vagy kelljen is az a gép, ne az csak, hogy legyen, aztán... Érdekes. Bent van, hogy de jó, aztán nincs el semmi. Ja.
így a deri az ott fel van borulva. Azt is recoverelheted. Jajaja, most így nézek szét, hogy... hogy mi az, amit így a következő részben majd elő lehet készíteni részhez. Hát ja, az pont az olyan tűzoltó. Az kell víz. Milyen vízes cuccal szereljen föl? Hát akár... ja, akár az az a jó, hogyha... szerintem abban elég sok víz fér, nem? Meg hozzá még kötni mögé. Még 400 méter. Melyik egyébként, ami felborult állapotban is felállítja az autót? Az extended Anonymous. Milyen Anonymous? Olyan nincs is. Extended... vagy auto, autonomous, vagy mi a faszom? Olyan sincs. Scout jár már... Scoutok már van csak ilyen. Ja, hogy a kamionoknál nincs is. Vagy nem tudom, hogy a kamionoknál mondjuk a... nem az extended... mi a legdrágább a 18 000-es? Advanced Heavy. Aztán a, nem, a, úgy van 15 000, 18 és 22. Vagy akkor 22 000-es, nem Twin én motor mit heavy winch setup, a future upgrade of the twin motor setup. This winch is also equipped with the extended rope making in the final step in the heavy truck winch evolutionary pass. Nem tudom. Akkor a pulling nem power nincs azon sem. Of all possible winch setups. Várja. A twin motor heavy truck winch featuring not one but two dedicated motors. This winch is capable of producing ultimate pulling power of all possible winch setup. Gondolom ez az. Ki kell próbálni. Legyek okos, mert menjek, hova lehet ott azokra ki lehet kötni magam. És mit rakjak rá? Víz tartályt? Aha, ja. Balra lesz. Remélem itt lesz lent amúgy, habár valószínűsítem. Ezek a több színes cuccok, ezek olyan hülye színek vannak benne, hogy nagyon... Hát van egy kettő, igen, ami nem a legjobb, főleg meg zöld lila össze van rakva. Ja. Ez az izén is, ez a kék, sötét kék, világos kék, sárga, az is olyan, hogy igazából jó, de ez még a határ. Pont a határ, hogy az még úgy jól néz ki, de... Itt van ilyen tűzoltó színben, ilyen fire-ös, pont ilyen DLC szín. Úgy nem néz ki rosszul. Ez van öt.
ott mentem el mellett, az nem lehet. Jézus, amilyen függöny is van benne, Jézus, indiaiaknak, mi volt ez? Az. Hát végem van. Ott van egy ilyen fire, de... Jézusom, van az üvegre is tiszta, tényleg tiszta India. Nem. Akkor másik, akkor ide fel kell menni, ó, basszus. Madab, shut up. Oda fel, az 8.9, ó, bassz meg. Húha, ez izasztó lesz amúgy, pont itt a végén, na már. És ezek lokkolva van, egy csomó belülete, végem van. Jó. Akkor ezzel is klépünk. Ah, jól néz ki amúgy ez a nagy dög. Ja, csúfajta. Itt jobbra. Hát ez... Na, mi van még, ami most fel van valóban? Mi az? Nem találod? De megvan a pont, hogy hol lesz, csak az a baj, hogy sziklát kéne mászni, de visszamegyek inkább egy fix utalan utat megnézni, mert most itt találtam egy utalan utat, de az a baj, hogy konkrétan egy scout autóval lehetne talán fölmenni, de lehet még azzal se. Mert félig sziklán kell menni, meg félig a vízesés, vagy a... Figyelj, ezt az International Playstart, ezt eladom. Mit szólsz? Okay. Ez nem volt amúgy jó. Amúgy is csak felborul. Igen, alapból mennyi amúgy? Mit 90... Mert mennyi? 98 ezer ér lehet eladni. Azt valahogy akarom megnézni. Az zára egyébként, az zára. Igen, de akkor inkább eladok róla először mindent. De nem kell, hát ha eladod, és megvan, hogyha megvan építve egy jármű, igen, és eladod, igen, akkor... Akkor annyira adod el, amennyit ráköltöttél. Igen, tehát az összes hozzárakott pénzt visszaadja. Hát, hogyha most megvetted rá az összes motort, ami tételezzük fel, mit tudom, ami 30 ezerbe került. Igen. Akkor plusz eladod, annyival. Vagy el tudod adni mondjuk 100 ezerért a trackot. De ha leveszed róla azokat a motorokat, eladod 30 ezerért a motorokat, amiket ráköltöttél, akkor ha eladod a trackot alapmotorral, akkor az 70 ezerért fogod eladni. Jó. Tehát akkor meg is vagyunk. Azt amennyi ilyen cucc van itt még, amit még ki se hoztam, te. Ugye már ezek a te mapjaidról, ezek a Can Marsa, Jeep... Mi ez? Renegade, ja, Jeep Wrangler. Igen. Meg ez volt a legelső DLC-t, ez a Navistar, aha. Ez volt a legelső. Igen. Ja. Hát ugye az a nagy UAZ, az ugye az egy ingyenes DLC. A játék kezdete. Akkor már mindenki megkaphatta a legfúlosabb tunnal. Igen. Hát én ezt sosem használtam, mert egyrészt bugos volt, mert hogyha túl gyorsan mentével elkezdett driftelni. Illetve túl könnyen felborult, tehát gondolt egyet, és így hüpp, így felborult, mert mit tudom én, épp csak neki mentél egy kerítésnek, mondjuk a kerítés falának. Western Star, itt van egy ilyen felszerelt cucca. Vajon jó? Vagy mondjuk a fát már nem pakolunk, úgyhogy ezt is recoverelhetem. Ja, azt is recoverelheted. Hát, ja, jelenleg nem... Ez se rossz amúgy, azt a kurva. Konkrétan majdnem a map tetején vagyok. Meg is van. Aha, sőt, szerintem ez a mapnak az a részén vagyok, az a legfelsőbb része, ahol normálisan fel lehet jönni. Ja nem, van még egy ilyen feljebb. Ó, basszus. De oda biztos, hogy scout autó kell. Oda felmenni, ezt meg benézni, belátni az egész térképet. Mármint, hogy még van egy küldetés? Mármint nem, egy... hanem van egy ilyen utalan út, ahol egy scouttal föl lehet menni.
Ja. És az a legmagasabb pontja a térképnek. Ja. Ugye? Yeah, igen, mert hát most itt nem tudjuk meg, hogy itt mennyire lehet fölmenni. Ez meg mocsaras, ez alacsony. Ja, igen. Az de durva. Na, de akkor meg is lett csinálva, majd... a feladat. Meg, 12 000, igen. Az igen. Még nekem nem is, nem írtam, mert pont benn voltam garázsban, de gondolom megkapta. Meg, persze. Szupi. Amit most jó össze-vissza vannak a járgányok. Szuper. Legalább itt. Lett. Készülve pár dolog. Bele voltam kémberedve, te jó nyújtózkodni. Nem kell eladni a gyári, vagy jó, hát hogyha gyári gumit meg motort ugye eladod, már hogyha mondjuk úgy használod a járművet, hogy fullos motorral, fullos gumival, akkor persze el lehet adni, csak nem hoz annyival többet, tehát most egy alapmotor az 2000 bekerül, a gumi meg talán 4-6 000, tehát... Yeah. Hát inkább amiket, hogyha fölraktam ezt, azt is lecserélem, akkor érdemes eladni, mert amúgy meg megveszed, aztán tényleg sok összejön belőle. És hogyha mondjuk felrakod 15 000-ért az Extended Winch-et, utána meg a Twin Motort rákerül, akkor persze 15 000-ért eladod a Extended Winch-et, mert úgyse fogod használni. Yeah, tehát így van egy kettő járműben valamennyi lovetta, de most az alap motor, meg az alap gumi, az, hát én nem tudom, az annyira nem hoz sokat. Ja. Fú, egy három óra hosszát azért lenyomtunk, az komoly. Ha mindegyik járműben eladod, akkor persze, akkor valamennyit hoz rajta, csak hát most... Igen. Na jó van, sokat köszönöm van. Szépen, Dexi, köszönöm a nézőknek, én is köszöntöm köszönöm szépen. Mindenkinek. Ja, én is. Ez jó volt megint, jó kis adás. Igaz, 3 órát játszottunk, de úgy érzem, hogy nem nagyon haladtunk előre, egy pár dolgot megcsináltunk, aztán de megint ennyi, de amúgy megint hát jó egy, volt. Egy water tower, a vibrációs, meg mi volt a tower előtt, csináltunk a tower előtt. Nem tudom, mert én igazából csomó ilyen kis visszavállalásokat csináltam. Na mindegy. Köszönöm szépen mindenkinek még egyszer, aztán jövünk majd a következő videóval nem sokára. Sziasztok! Így. Hello.